Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Olvastatok arról a családról, aki egy medvével él együtt? Jaj, de igen. Láttam a képeket. Igen, egy család. Még a videót is láttam. Egy család, akik egy medvével élnek Sztyepánnal együtt. Hát ebből már a névből is kiderül egyébként, hogy megint kalandos életét élő oroszokról van szó. Igen. Ők azért nem viccelnek. Medvével élnek együtt, 136 kilós súlyú egyébként. A medve 2 méter magas, és hát ő ugye mindennek tűnik csak békés családi kedvencnek egyébként, nem? Annyira eredményesen illeszkedett be a család élébe állítólag, hogy mindent közösen csinálnak. Nem úgy viselkedik, mint egy veszélyes vadállat, hanem mintha maga is ember lenne. 3 hónapos volt, amikor befogták, rossz állapotban találtak rá a vadászok. Azóta egyébként, hát nem hogy egy cseppet nem agresszív, hanem egyáltalán nem próbál senkit megenni, ölelgeti a család gyerekeit, együtt olvasgat a családnak, tehát a családfővel, bármikor kapható egy ölelésre, étkezési szokásaik igencsak eltérnek, de egyébként odaül az asztalhoz, hogy elfogyaszt 25 kilóval, kilónyi halat, tojást, zöldséget eszik, kicsit édes szájú, be lehet a desszertbe, tévéznek együtt a családdal, vannak fotók vannak a medvéről, hogy ott ülnek. Középen a medve, és balra jobbra, hát két finoman elhízott. És tévéznek. Házaspár egyébként, igen, és a medve ül az asztalnál. A medvének akkora a feje, mint az asztal. És 136 kilós medvéről van szó. Nézzük az orosz X-faktort együtt. Elképesztő beteg. Mi történik Oroszországban? Tehát, hogy miért van az, hogy az oroszok egy picit mindent másképp látnak, mint ahogy mi látjuk, hogy szerintük ez miért normál? Igaz? Hát biztos nem a savanyú borka. Hát, hogy valami. Fölrakunk a Facebookra majd képeket. Lefotózták őket hátulról, elképesztő a kép, balra ül anyuka, középen egy rohadt nagy medve, jobb oldalt pedig apuka egy kapusztis pulcsiban nézi egyébként az X-faktort, megcsálták ezt a képet előről is, a medve átkarolja kicsit apukát, anyuka közben simogatja a medvét, a medve pedig úgy finoman ráhajtja a fejét apukára. Betegek. De közben egy böszmen a gyószág. Mi van az oroszokkal, nem normális? Igen, tehát hogy ott azért valami van a levegőben. Valami van a levegőben, ami miatt ők egy picit talán másképp értelmezik a dolgokat, szerintük más a jó, meg más az izgalmas, meg más a veszélyes, tehát az ő veszélyfaktoruk az gyakorlatilag nullával egyenlő. Láttam a videót is egyébként, ami ez a hírhez kapcsolódik, és amikor Iván Ivanovics birkozik kint a kertben Sztyepánnal, akkor ott elgondolkodik az ember, hogy mi lenne, hogyha mondjuk Sztyepán egy picit mérges lenne, érted? Igen, mi van, Sztyepán nem kap reggelit és kicsit berág, elfogy a zapkása, vagy elfogy a zöldség. Hogy tudnak a szomszédba? Egy medve azért az... De a falon keresztül igen, az a baj. De az ösztöneiben azért az egy vadállat, nem? Hát, tehát próbálkoztak már szelidíteni. Pár hónapos volt? 3 hónaposan találkoztak, de azért azt nem vered ki belőle, hogy azért így oda-oda kapjon, ha ő akar valamit, vagy egy vadállat. És odaengedik a kislányukat is. A kislány, de egyébként fölülöleli a kislány, a medve meg alul átöleli a lábát. Ha. Hát komolyan mondom, jó, hogy nem tesznek rá karúszót, és mennek el vele strandra. Mennyire durva lenne. Négy jegyet kérek. A legjobb egyébként a labdázós rész a videóból. Azt nem láttam. Labdáznak a medvével? De hogy így tudod, nem hiszed, hogy Sztyepán nem tudja visszadobni a labdát, viszont elkapni el tudja. És mindig az van, hogy amikor dobsz neki egy labdát, akkor azt, ami nála van, azt lejti, és elkapja a másik. Sztyepán nem annyira jó még ebben. Ebben nem erős. Eltelt már pár év, de még ebben nem is került nagyon csiszolódnia. De várj, hol alszik? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Sztyepán menjél aludni. És akkor a házaspár lefekszik, Sztyepán még ad nekik egy puszit, elköszön Sztyepán, átmegy a saját szobába, és lefekszik egy medve ágyba. Magára húz a kis medvetakarót, kap egy kis medvés mesét, és elalszik Sztyepán, vagy kimegy a ház elé házat őrizni. A házi kedvencek nagy többsége az a gazdával alszik. Tehát bent alszik az ágyban, hát a medve. Az ágy végén, persze. Most elfogadsz, Sztyepán? Jól van, Sztyepán. Látom, most elfogad, akkor irány aludni. Hát egy medve büdös, ugye? Én nem tudom, nem értem még egy szerint. Én voltam állatkertben, ott büdös volt a medve. A medve szerint nem büdös a medve. Akkor várjál, mit csinálsz? Mi vagyunk a büdösek. Mosdatod a medvédet? Letusolod esténként? Aha. Vagy legalább hetente egyszer? Aha. És ott állsz hajszárítóval a nappaliban, hogy száradjon meg a maci? Szétfésülöd a szört a csúnyáján, és aztán beintim szappanozod? Na,
Nagyon beteg a dolog. Van egy olyan kép, amikor ők kertet gondoznak, anyuka kezében egy kis gerebje, apuka kezében egy ásó, Stefán pedig egy ilyen öntözőkannál. Teljesen betegek. Ők teljesen betegek. És a medve nem kicsi, basszus. Nem egy kis medvéről van. Ez egy óriási. Egy óriási medvéről van. Kezdenek a postás becsenget. Ülnek a reggeliző asztalnál. És helyettes postás van, nincsen hozzászokva, és akkor Ivan Ivanovics. Ülnek a reggeliző asztalnál, joghurtot esznek, az orosz házaspár egyébként valami kis teát iszik egy pici kis ugye szamovávról, Stefán pedig föltámaszkodva a reggeliző asztalra. Következő pép, hárman fekszenek a kertben, fagylaltoznak. Van ott hátul egy kutya is, de azzal senki nem foglalkozik, mert medve aztán, a medve egyébként egy kanálból eszi a fagylaltot. És az utolsó kép, ahogy labdáznak, igen, a medve mindig elejtő. Figyelj, tényleg. Nem normálisak. Azért... Viszi, ha elmegy otthonról, akkor beülteti a lavába, vagy olyan... Hát, ez egy jó kérdés egyébként, hogy megjelenhetek egy medvével. Hát egy moszkvics kabrióba legfeljebb. De otthon hagyhatod egyébként a medvédet, vagy ő elmosogat addig? Hát gondolom, rábízzák a házi munkát, nem? Figyelj, konkrétan úgy birkozik a medvével, ahogy én szoktam a Benivel, vagy te a Somával. Tehát föltesszük a Facebookra a videót is. Figyelj, ez egy hatalmas állat. Azért valljuk be őszintén, még 6 éves gyereknek is vannak azért rossz napjai, mert akkor picit megkocsolja magát, és kicsit elkezd hisztizni. Most mi van, amikor Sztyepán elkezd hisztizni? Akkor 4 darabból összevarják a főnököt? Tehát, hogy nézd meg például, milyen karmai vannak. Hihetetlen ereje van ennek az állatnak. Azért... Igen. 25 kiló élelmiszer. Amikor asszonyka elküld vásárolni, hogy Sztyefán megéhezett, azért így szídnám az égieket, hogy miért lakik velünk egy medve. 25 kilóval ott kecsölsz minden nap haza, ha Sztyefán nagyon éhes, és egyébként azért nincs elhízva, mert imád labdázni. Vigyáznak Sztyefán vonalaira. Azért itt elgondolkodnál rajta, nem? Hogy nagyon erősen. Most vitorláshalt vagy medvét tartsak? Hát, basszus, én picit hajlom a vitorláshalt felé. Egyszerűbb. Hát, de hihetetlen egyébként. Igen, ha mondjuk, ha megeszi a kajádat, a nagyon nem veszel vele össze, nem? Uh-huh. Kihette meg a kajámat, Sztyefán. Oké, de nyertem. Volt. Adjak még valamit? Kihette meg a grill csirkét. Sztyefán, nem vagy kicsit. Kihette meg a grill csirkét. Vacsora előtt. Megmondtam Sztyefán, hogy vacsora előtt. És vacsora előtt. Mostán? Ne, igen. És mi van, ha ivar érett lesz a Sztyefán? Hát akkor a feleségnek lesz egy-két rossz napja. Ugye? De amennyire a családbarát Sztyefán, szerintem a férje elfordul. Szerintem a férje ezt is bevállalja, csak hogy Sztyefánnak jó napja legyen. Én megnéztem egyébként a múltkörírünk kapcsán azt, hogy mekkora szerver rendelkeznek a medvék. Na, néztél? Tényleg? Bennem van ez a gyermeki kíváncsiság. És nem feltűnően nagy, tehát hogy hozzánk képest. De várjál, hát a medve viszont egy óriási állat. Tehát igen. Arányaiban kicsi neki? Igen. Igen. Tehát, hogy a testarányait nézik, akkor nem túl emberes. Én azt gondoltam egyébként, hogy valami irgalmatlan nagy lőcsről van szó, de nem. Ehhez képest nem. Egy visszafogottabb történet. Igen. Igen. Tehát nem egy, nem, nem. Tehát azt, hogy elképzelheti, azt, hogy a fekszik ott, és mondja, hogy ne, most nincs kedvem, ne, igen. Ne, és ez csak azt, hogy... Igen. Sztyefán! Sztyefán! És közben jön be a fény a fürdőszobából, szólták. Már csak 2:30. Nem mondtunk semmit. Ja, ez is igaz. Ez is, de semmit nem mondtunk. Gyerekek, nálam most kitört a házi állat őrület, ha már házi állatokról beszélünk mindenre. Ne engedj semmit, ne menj bele semmibe. Megbánod. Szeretnék kérni hallgatói tanácsokat is tőletek is, hogy tudok kimászni a törpe kameleon. És a teljes őrület van a családban. Mit találja ki? Hogy ne tehesse be házi állat a lábát hozzánk. De törpe kaméleon. Törpe kaméleon. Igen, és már kinézték, hogy van törpe kaméleon panzió, ha elmegyünk valóba. Normális. Nagyon jó. Törpe kaméleon panzió. Ilyen pici törpe kaméleon, ekkora. Iszony cukik, csak hogy... Nem érdekel. Aha. Nem nagyon helyes, nagyon aranyos. Nem mondd azt, hogy már van vakondok. Nem mondd azt, hogy már van törpe kaméleon, csak nem látszik, mert felvette a ízét a péta színét. Tehát ennyi. Áll a gyerek, és nagy boci szemekkel néz rád, hogy szeretne házi állatot. Mit csinálsz, hogy ne bánsd meg, de ne is szakadjon rád az ég a hazugságtól, de ki is véd az ártatlan gyermeki igényt, ami egy házi állatban csúcsosodik most ki. Hazudjak? Igen. Legyek kemény? Legyél kemény. Mondjam azt, hogy ide nem. Most meg vagy bárhova elmentek. Elmentek egy hosszú hétvégére, neked lesz előtte két utad, a nyilván a város másik végében lévő kaméleon törpe panzióba. Úgy sehova. Fogsz elindulni. Ott, ahogy kilépek a házba, elengedem. Törpe kaméleon. Törpe panzió. A kis
kaméleónak... a kis ember, aki nagyon ott van az átváltozásban, tudod. De jó, de kaméleónak törpek a panziók, mert hiszen kicsi törpék dolgoznak benne, és minden kicsi. Kis székek vannak, kis tálkák vannak, kis ágyacskák vannak, és ott ül a kis kaméleon, törpe panzió vezetője. Mit tudok mondani a gyereknek, hogy nincs ennyi? De akkor én leszek a rossz. Az én kenyeremet eszed. Aha. Valami egy ilyen kegyes hazugságot akarok kitalálni, hogy a törpe kaméleon nem bírja a villanyfényt, vagy mit tudom én, érted? Tehát valami megmagyarázni, megijed a redőny hangjától. Itt mindig valami kegyes hazugságot kell mondani, például, hogy én nagymama nem szeretné. Ugye a nagymama nem lakik itt, apa. Érted, szerintem arra kell fogni a kerincsot. Érted? Vagy nem szeretnéd, ha ott le? Szerintem valakire rá kell fogni a dolgot. Mondd, hogy megeszi a macska. Nincs macskánk. Hát, szerzek egy macskát egyébként, ez egyébként ez jó. De az nem jó, mert azt meg elkergeti a kutyát. Igen, a kutyát meg elkergeti a zsiráp nem szereti az ergét, az erge viszont nincs jóban a cerkófmajon. Na látod, mert ő nem lehet semmit tartani. A cerkófmajon utálja a gibbont, a gibbon utálja a igen. Voltak ezek a kis sárkányhalak. Ezt is addig gondozta a gyerekek, amíg két hét után ki nem keltek ezek a rohanányos halak. Nem tudom, adta mivel, föl. Nem tudom, mivel letettétek, mert egy 10 centis sárkányhalat mutattál, azért azok viszonylag ekkora nagy példájuk. Ekkora halat csak hallott? Ekkora volt, csak a szeme volt. Igen, ez nem az volt, az egy víza volt. Figyelj, hónapokig, nem keltek ki, és hónapokig gondozta az üres vizet. Hónapok. Megvan a megoldás. És egyszer csak, micsoda, adjak neki egy bödör. Igen, nem a láthatatlan azt, hal. Igen. Kicsit még azért nem látod. Erikem, olyan sok szép halunk van. Ott van, mert csak vízszínű. Igen. Ez egy áttetsző. Gyönyörű medúzákat vettem neked, nézd csak. Nálatok nincsen, nem támad föl még a gyerekben a házi állat igény? Nincs még ilyen, hogy vissza kellett verni a támadásokat? Budapesten nincs állat, tehát negyediken nem tartunk állatot, sárkányig mi is eljutottunk. Az más, de ugye az étkezési célból tartott állat, az egy másik. De a kedvtelésű állattartást én magam ugye nem is értem vidéki gyerekként, tehát nálunk a maximum az a kutya meg a macska volt, de ők is kint az udvaron. Velencén viszont van mindenünk. Képzeld, van két kacsánk, aki vadkacsa, és bejárnak a lakásba, így nem is érted, ezért meg van gyűrűzve. Öngyilkosak akarnak lenni. Igen, mondtam, az egyik belemászott a lábosba. Korosak vagytok, igen, mert már végetek lenne. Persze, az egyik elkezdtek kitépíteni a tollait, és belemászott. Igen, légy szíves. A másik beállt az uhanyára, és pár forró vizet engedett magára. És fogott egy kés, és odaadta a Feri kezébe. Úgyhogy ott van sününk, ő is a kertben, van teknősünk, ő is, uh-huh. Ő meg a tóból kimászik, ott a ház tövében rakja le a tojásait, tehát ott van állat, mondtam, hogy így bármit hajlandó tartani, de hogy én, mert tudod, mi lesz, ha kutyát veszel? Te fogod sétáltatni. Nem. Kettő héti fogja a gyereket érdekelni. Nem. Megmondtam, ott van a tó, tele van állattal, érted? És legalább a gyerek tanul is. Gondolom, kérdezget állandóan. Persze. Apa az ott kecsegen. Nem, csak nyúlszája van a bácsinak, azért sejti. Tehát csendesen beszéljük meg. Már siklót elkapják, megnézik, utána elengedik, békát, az hát ilyenek vannak, tök jó. Ott mondtam, ott azt nézel, olyan állatot, amit mennyi, akar, csak ott van. Az ide nem jön semmi. És kérdezi a gyerek, hogy apa, ugye ez sikló. Nem, az a rákosi viper, ha egendez szépen még jelen. A nagyobb baj lenne. Így van, védett állat. Igen, jó. Drága hallgatóink, írjátok meg nekünk, mit akart a gyerek, hogy vertétek vissza a támadást, vagy mi lett belőle? Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk, marad a jó idő, lefújták a viharriasztást, ahogy hallom, és ma még jó idő lesz, aztán holnap jön egy kis eső, de ma még sok-sok napsütésre lehet számítani. És június van, elmúlt a május. Június eső van. Elmúlt, gyerekek. Ez május van, már most nagyon igazad van. 22 nap és rövidülnek a napok. Te nagyon súlyosan belegondoltak, hogy ennek menjünk a hónapnak vége lesz, akkor lehetettük az évnek a felét. És most volt karácsony. Tesó, érted, ez most volt karácsony. Na, ugye a háziállatokról beszélgettünk, Sztyefáról, az orosz medvéről, aki együtt él egy házaspárral, döbbenetes képek egyébként, az egyik internetes portál írta meg, és hát hihetetlen, tényleg, hogy senkinek nem esett még baja. Valamint arról, hogy lehet visszaverni a gyerek támadását, amikor háziállatot akar, mert nálunk most kitört az őrület. Mindenbe beleszeret, mindent szeretne, és már egészen a törpe leguánig jutottunk. Vagy mi ez? Törpe? Törpe kaméleon, így van. De vissza be, egyelőre. Csapataink harcban állnak, de tartom magam. Már a család összefogott ellenem. Egyben, mindenki. A vesztemet akarja, de mondtam, hogy csak a testen keresztül jön ide törpe kaméleon. Bérelni nem tudsz alkalmakra? Mit? Törpe kaméleon? Nem, hogy lehet rizigálni. Mit tudom én? Hozzát a bodzoli esténként van neki valami, egy kicsit eljátszik vele a gyerek, megsimogatja, megeteti, megitatja, és akkor a bot hazaviszi, nem? Nem rossz egyébként, mit tudom, hogy egy vagy valami egzotikus, vagy madagaszkári csótányt, vagy ilyen. De hogy örülne neki. Itt van Zsolt, hello Zsolt, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt! Na, szia. Te hogy verted vissza a gyerek támadását, vagy mit mondtál? Hát első körben van nekem három lányom, ebből kettő 13-14 év körüli. Intenzíven könyörögtek hetekig, hogy ők egy őrkutyát szeretnének. Ugye a párommal megbeszéltük, hogy hát elég necses, mert egy negyedik emeleti társasházi lakásban lakunk, hogy hogy oldjuk ezt meg. És abban egyeztünk meg, hogy fél év próbaidőt kapnak a lányok, minden kora reggel iskola előtt, tanulás után, délután, fél óra püskutya pórázra, levinne az utcára. Egy püskutyát kapnak, hogy meg legyen a feeling. Így van, hogy a póráz is kézbe legyen, készülődni kelljen ezzel a dologgal azért. És el is játszottátok vele az egész sztori? Tehát, hogy nyüstölget, hogy pisiljél már, mert nem kell iskolába, stb. Hogy összeszedte utána a nem létező kakit. Ezt én nem tudom, csak annyit tudok, hogy az emeleti ablakból néztem, hogy a lányok az utcán vannak. Ja. És a szomszédok nem súgtak körül... össze hátatok mögött, hogy megjött a két zizis gyerek, plüskutyát sétáltatnak. Milyen furi család, plüskutyát sétáltatnak pórázon. Pedig olyan helyesek, legyetek tapintatosok. Ezt tudod, nem baj, hogyha még most dilisnek tartják őket, mint fél év múlva azt mondják, hogy nézd, a dilis szülőket vettek a lányoknak, és ők sétáltatják egy év múlva a kutyákat. Egyébként jogos, jogos. Na és mi lett a vége? És fél év után gyakorlatilag három hónap után feladták, mert ugye ha reggel esett az eső, nem volt kedv lemenni a kutyával, ha este már hideg, ködös volt az idő, megint csak kevesebb volt a kedv, és három hónap után feladták ezt a dolgot. Ami ebből negatívabb, hogy a hordonok beindultak, és inkább most már pasizásra váltották a plüskutya imádatot. Ez annélkül is beindult volna, tehát igen, a plüskutya sétáltatás mi nélkül se érezzük is. A nagyon szeres összefüggést a két téma között, de... Szeretném neked bemutatni Bobit. Bobit, egy magyar vízle vagy egy úszkár? Nem, a pasim. Igen. Az ugye azért elég erős, és jött Bobi a maga 180 centével. Hát akkor lehet, hogy mégis a kutyát kellett volna venni, nem? Inkább, mint a pasizás. Nem tudom, de tudod, hogyha mind a kettő ott van, akkor mit csinálok mindkettővel, mert így egyikkel még talán elbírok. Így van. Igen, de hát látod, a tanulság az, hogy három hónapig bírták a lányok, és utána de jó, ez egy jó módszer, ezt még nem hallottam, de ez tetszik. Tényleg kifejezetten jó nem módszer. Nem tudod, hol lehet mini kaméleon plusz figurát kapni? Kipróbálja. A kisebbik lányomnál van egy ilyen. Jöhet. Minden jöhet, ami plüsből van, és még nem igazi, hogy le tudjam a családot beszélni erről. Már a törpe sejem majomnál is tartottunk egyébként. Újra felkapaszkodik, 3 centis, vagy 4 centis az egész. Aha. Csodálatos. Nem vagy egy partvisel, hogy üldözöm le, a gyere le a tapétáról, mert megöllek. Másszál a tévémről, mert egy nyílpuskával szedlek. A törpeméret az egy ilyen hívó szó, vagy az egy, amihez ragaszkodik? 10 év házasság után mit várjon tőlem? Ja, mondjuk ez is igaz. Ez jutok, eljutok eszébe. Törpe sejem majom, törpe maki, törpe kaméleon. Zsolt, köszi, hogy elmondtad, ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Köszi, hello. Itt van Dávid, hello Dávid, jó reggelt. Szép jó reggelt, sziasztok. Neked a hugod kutyát akart, jól tudom? Így van, kutyát akar, de nagyon. Csak mivel panelház, aztán itt nem lehet. Ezért kompromisszumos megoldásként úgy döntöttünk édesanyukámmal, hogy intézünk neki egy hörcsögöt. Majdnem kutya. Majdnem kutya tulajdonképpen, sőt, akkor amire kutyák már vannak is, de ő ezt nem nagyon vette észre, hogy ez egy hörcsög, vagy én nem tudom, ugyanúgy pórát kötött rá, fogta magát, és minden reggel és este levitte sétálni. Édesem, ő nagyon akarta ezt. Ő nagyon akarta, igen. Csak szegény hörcsög ugye ezt a megpróbáltatást nem igen bírta sokáig, ezért a következő áldozat egy áldozat, idézőjeles áldozat, és elnézést kérek a zöldektől, de egy teknős lett. Oh. Igen. Na most az azért, amikor ő sokkal aktívabb. Az hosszú séta azért, mire leérsz vele, tesztek egy kört, és visszajöttök egy 3-3 és fél óra alatt meg is vagy egyébként. Hát a hörcsögnél is merős, hogy visszahozza a pöttyös labdát, de egy teknős. Igen, és hogy leültesd és ugasson. Igen. És akkor teknős lett végül? Ő teknős lett végül, és ő szerintem ugyanúgy nem vette észre, hogy az egy teknős. És ugyanúgy csak egy kisebb pórás kötött rá, aha, és elindult lefelé vele, de akkor már szóltunk, hogy ez nem menni. Muszáj megkérdezem, hogy hány éves a gyerek azért? Ez még fiatal korában volt, akkor fiatal akkor volt, akkor még megengedhető. 14 éves volt a kis Robika, és ugyanúgy erült a teknősnek, és mondta, hogy ül. Igen, taxi. Leült és feküdt egyszerre. Igen, de akkor megúsztad a kutyát, ez a lényeg. Meg lett úszva, igen. Jó, ez tetszik. Kutya helyett hörcsög, majd kutya helyett teknős. Én szerintem ezen a Beni átlátna, de mert egy-egy próbát megér.
Hát igen, mindenféleképpen. És most mi van helyette, mert halljuk, hogy a háttérben azért valami csiripel elég erőteljesen. Vagy ki vagy a természetben? Nem. Ez lett a kutyánk. És itt vannak a kedvenc madaraink, igen, Fifi, Blöki. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszönöm, szia. A fiam kérdezte tőlem, apa, kaphatok egy kutyát? Mondom, nem. Egy macskát? Nem. Egy hörcsögöt? Nem. Már lendült is egy a kezem, hogy kap egy maflás, mire a gyerek megszart. Na jó, az is elég, ha kapok egy fajit. Na, de jó. Ez olcsón megúsztad. Szimpatikus kompromisszum kész gyerek. Igen. Az én kislányom francia buldogot akart, mondtam neki, a szüleinél kidobja a ganyét a nyulak alól, meg a malacok alól, akkor beszélhetünk róla. Válasz, fúj, biztos, hogy nem. Azóta minden rendben. Na. Jó, egyébként durvábbat kell mondani, azt a gyerek nem hajtja végre, és ezáltal belátja a saját kudarcát, hogy nem lenne jó állattartó. Tetszik ez a pszichológia. Uh-huh. Ez jó. Ha csak jó. Benni le nem győzi ezt a dolgot. Jó, de te mit mondasz? Hogy fesse ki a garázs? Igen, átmész nagyban, melyik az elhúzod a konyhabútort, aztán kiírtad a százlábúakat. Ne, akkor nem. Igen. Azt mondja, hogy az alkú vége, 4 gyerek mellett egy kutya, 3 macska, 2 akvárium, 2 papagáj, 2 aranyhörcsök, egy tengeri malac, egy törpenyúl és egy törpe süllet végül. Akkor jó, sziasztok. Akkor ez gilt. Tehát, hogy most így. Igen. Én porul jártam egy cserével, menni kellett a cukormókusnak, mert büdös volt a pisie, a kompromisszum egy gabonasikló lett teráriummal, felszereléssel. Írtózom ezektől. Kati küldte nekünk. Hát gabonasikló csak akarok. A múltkor volt csiga itt a stúdióban, emlékszel? Hát az a nincs nagy macera. Az a nincs. Aha, csak ne kapjál egy francia szakácskönyvet esetleg. Nehogy ezt elérteni, nehogy áldozatul esetleg valami kísérletednek. Igen. Hullámos papagájt akartam, de apám nem engedte, arra hivatkozva, hogy hangos, veri a port, és mindenhova odatojik. Végül egy és afrikai... a papagáj? Végül egy afrikai törpe sünben egyeztünk meg. Most apám nem tud aludni, mert a sün éjszakai állat, és folyamatosan zörög, és fut a futókerébe. Szerintem már inkább a papagájt akarná. Még sportos kis sün. Éjszaka mozog egyébként. Nagyon, nagyon kis helyes. Na jó van. Szóval a csapataink harcban állnak, visszaverjük. Ne, egyelőre nem. Ne, ugye nem szabad hagyni? Ne, ugye? Ne, ettől nem leszek rossz szülő. Nem. Kegyetlennek kegyetlen, de rossz nem. És elbukott, ha az első megjön, akkor jön a következő is. Tehát ahogy az első állat hivatalosan betette a lábát a lakásba, ott vége. Jön a következő. Nem? De igen. Nem, valamiben ki kell egyeznetek, valami, ami amúgy is ott van. Tehát mondd azt, hogy mit tudom, ridegen tartatok meg, mit tudom, bodobácsokat. És akkor ott van a kertben, bármikor azok meg lehet őket nézni. Azok mindig szúrnak. Érte, azok tök mindig párosával járnak. Van ott, hogy is azt fogja hinni, hogy ő az. A bodobácsok. Nézd ott a kis bodobács. Na, ott van. Kutyája bárkinek lehet venni. Lajos a bodobács. De Lajos a bodobács a kert minden szegletében felbukkam. Mindenhol ott van Lajos. Itt van Lajos a bodobács. Nem, itt van nálam. Nem, itt van. Lajos, igen, meg tudja sokszor az imokát. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye arra beszélgettünk a hírek előtt, hogy hát sportőrület van. És úgy néz ki, hogy hazánkat is elkapta abból a szempontból, és legalábbis, hogy mindenki gyúrni kezdett. Ami egyébként nem feltétlen baj, és mi sem bántani akarjuk őket, és nem arról van szó, hogy mi mosolyognánk rajtuk, mert tök jó, hogy mindenki edz. Sokkal inkább ezzel hívják föl magukra a figyelmet, a sztárok, a hírességek, a közszereplők, mintha nem tudom, valami rosszat csinálnak, nem? Szóval jobb, ezzel nincs jobb. Baj. De valahogy most a gyúrásból újra iszonyatosan nagy divat lett, és mindenki megőrülve úgy rohangál edzőterembe, hogy posztolja a 3 hónappal ezelőtti képet, és a mostani képet Instára, Facebookra, és mindenki bizonyítani akar. Ezt O.J. Duck kezdte még ugye nagyon régen. Tényleg? A legnagyobb átváltozás az például az ősi. Zseniális. De onnantól kezdve tényleg, hát rengeteg mindenki. Celebritás, mindenki presszis kérdést csinál ebből, ami egy jó dolog, és tényleg nincs vele baj, csak azért szembetűnő ez a fajta jelenség, hogy mindenki magáról posztol, hogy mennyit nőtt, mennyit izmosodott az elmúlt pár hónapban, majd pár évben. Egy picit olyan fura, tehát, hogy az ember így nézeget ezeket a képeket, és akkor így arra gondol, hogy most ezt kinek csinálják, ezt maguknak csinálják, vagy az embereknek kifelé, igen. Vagy befelé. És mindenki nyomja, több gyerekes anyukák, pocakos apukák, hírességek, mindenki posztol az edzőteremből. Már-már szinte rosszul érzed magad, ha nem vagy ott. Igen. Nem? Nem.
Ugye? Nem. Inkább a pókálos garázs otthon. VV Szandika, Győzike, a Sarkakata. Tényleg mindenki. Mindenki edzőteremben. Én rákerestem erre az OJ Duck gyerekre. Hát figyelj. Gyerekre. Ha ez szép, akkor... Jó, OJ Duck azért... Tehát ha ez a kép, ez az a másik véglet. Ő nagyon kigyúrta magát. Igen, hát ő klasszik testépítő. Igen. Tehát igen, ő már klasszik testépítő lett, igen. Tehát hogy azt meg tudjuk, hogy egy sportágon belül van egy hagyományos, meg van egy naturálvonal, akkor az mit jelent alapvetően? Tehát, hogy az egyiknek olyan túl sok ez az egészséghez nincs. Na, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk Anettet, akivel egyrészt 1000 éve nem beszéltünk már. Tehát ezért is, hogy fel tudjuk hívni. Másrészt pedig megkérdezzük, hogy őt mi vitte le az edzőterembe, mennyi kitartás kell ez, mennyit tett naponta, mert szembetűnő, tehát ő is egyszer csak rálépett erre az útra, és hihetetlenül leszálkásodott. Ráadásul szülés után. Igen. Ugye? Szerintem az mondjuk jó, ha így egy nő azt mondja, ha van rá idő, meg van rá lehetőség, hogy így összekapom magam szülés után. Az hogy az képes dolog. A szülés utáni depresszió, nem? Mire képes? Le a kalappal mindenki elő, gyerekek, aki évekig jár egy edzőteremben, tényleg. Tehát le a kalappal, az a közeg, és azt oda, és az a fajta monotonitás. Nem, komolyan mondom, hát nem túl inger gazdag. Szóval aki volt már konditeremben, azt tudja, hogy lemész, emelgeted egy idő után, azért ez baromi monoton. És ezt hónapokig, évekig kitartóan csinálom, úgyhogy nem unod meg, nem kezdesz el más csinálni, nem hagyod abba, lemész, ha esik, ha fúj, ugyanazok az ember, ugyanúgy emelgeted. Szóval azért ez egy monoton mozgás, vagy gyúrás. Úgy gondolom én. Persze, hát vannak sikerélmények. Ugyanakkor az a jó, hogyha úgy történik, hogy te is mondod, hogy lejár évekig. De sok esetben itt arról van szó, hogy azt lehet olvasni mindenféle szaklapokban, meg sokszor azt súlykolják a különböző cikkek, hogy ezeket a változásokat, ezt a fejlődést 6 hónap alatt, 9 hónap alatt, érted? Hogyan változtam át 6 hónap alatt? Senki nem állíthatja azt felelősséget, te is tudod, hogy 6 hónap alatt egészségesen át lehet alakítani. Igen, csak az egész testedet. Csak tudod, mit látok? Hogy... És tartósan, meg pláne nem. Jó, de most én nem, igen, értem, hogy mit mondasz, de... Te mi közelnek az egészséghez? Nem, mi közelnek a témához, amit mondasz. Nem, hogy leginkább a nőknél látszik egyébként, hogy valahogy eltűnnek nőnek lenni. Eltűnik a cici, ugye eltűnik az első. A cickó, átalakulnak a vonások, az nem baj, hogy megszállottjai lesznek az edzésnek, de valahogy azt látod rajtuk, hogy az arcuk is kicsit, igen, átalakul, a testük is átalakul. És a T800-as lesz a formája. És kicsit kiszélesedik az állkapcsuk, elférfiasodnak, és azt mondod, hogy jaj. Tehát, hogy a nőben azért jól látni, hogy szexi, izmos, azzal nincs baj, de hogy kicsit törékeny, izmos, szép a feneke, gömbő, azért az jól néz ki. De néhány átváltozáson én már tényleg azt látom, hogy lassan szakállam. Nem? Nem? Tehát, na, ő viszont tényleg 6 hónap alatt csinálta meg. Oké. Azt nálod még a római padon. Nyugsz még, akarsz még fekve nyomni, Pali? Nem, már végeztem, nem, megyek át az. Mert egy Palinál se néz ki jól, de a nőknél meg aztán abszolút szembetűnő, hogy egy idő után eltűnik belőlük az, amit azért a nőkben szeretni lehet. Az a fajta nőiesség, vagy az a fajta törékenység. És nem azt mondom, hogy minden nőnek 40 kilósnak kell lenni, mert nem így van, csak hogy azért van bennük valamiféle nőies. Persze. És olyan átalakulásokat látok én interneten, mert hogy az valami lesz, elképesztő. Popsi lesz, de a mellek azok úgy tűnnek el, ahogy egyébként. Popsi se szép, nem mond nekem, gerez, ilyen két fokhagyma giriz lesz. Hát kinek milyen ami... a genetikája, tehát azért én... Igen, van kerek, jó kerek fokfű. Hát nyami. Jézus Isten, a 250-es beszélget a gyúrásról, hallod a zsúr, ez már ránk is. Két perverzerek. Nyami. Kegyek, popsi, nyami. De egyébként tök jó, meg edzenek, szóval ezzel nincs baj, meg hát tényleg közszereplők, inkább tényleg ilyen irányba vigyék a köztudatot, és formálják, és edzenek, szóval ez abszolút semmi baj nincs, meg mindenki olyat edz, meg úgy edz, ahogy szeretne. Csak érdekes, hogy ez most valahogy egy ilyen óriási hullám lett. Na, megkérdezzük mindjárt Anettet. Erről itt van Kővári Anett. Hello, Anett! Hello, baby! 1000 éve. Hello. Ne sír, kicsi. Hello, ne sziasztok. Várom. Anett. Ciao. Na, megtaláltuk a számodat. Na. Kicsit túl kell beszélni az elejét. Senki más nem állt már veletek túl. Már senki nem akarja nekünk fölvenni a telefont. Na. Na, kérdezzetek. Hát először is gratulálunk az eredményeit. Ez...
Nem, várjál, kezdjük a babához. De hogy ugye mi azóta nem is beszéltünk. De a házassághoz, a diplomát, nem, házasság nincsen. Házasság nincsen, csak nincsen. Baba van. Így van, baba van. Igen, köszönöm. Uh-huh. De hát baba már lassan 3 éves szeptemberben kezdi az óvodát, úgyhogy már nem annyira baba. Igen. Jézus, hogy jó Isten. Gratulálunk a gyerek diplomájához. Igen, most ballagott el a gyerek. Igen, fantasztikus is. Na, és milyen a babázás, jó? Hú, marha nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Főleg most egy olyan korszakban vagyunk, nem tudom milyen indítatásban, édes drága kislányom hajnali 1 és 3 óra között ilyen random szerint megjelenik a hálószoba ajtóban, és beköszön, hogy szia, anya, megjöttem. Tényleg? És igen, egy hete tart most ez az éjjeli őrjárat, úgyhogy hát igazából nem nagyon tudom, hogy, hogy mi miatt van, hogy fél, vagy melege van. Vagy rájön a góran a tablettáidra. Igen, eszi a fehérje porodat. Felpörgeti az estik az egy, amit kap. Figyelj, nem fog megoldódni, tehát ennek nincs vége. Tudom. De vagy beengeditek, vagy egy örök harc lesz, tehát itt két választás van. Há, vagy nem engeditek ki az ő szobájából. Igen. Itt vagy... Hát az a megoldás egyelőre, hogy apuka úgyis kint alszik a kanapén, aztán a horkor is nem lehet mellette aludni, úgyhogy én ilyenkor rutinszerűen mindig kiküldöm, hogy menjek ki apához kicsim. Jó, és indul is ki. Jó fej vagy. Ilyen, még ezért nem vagytok olyan régóta együtt, már külön alszotok. Mi lesz az éri pár? Hagyjuk ezt inkább. Igen, mondom, hogy azért, mert 10-15 év után az ember már akar egy nyugodtat aludni, átmegy a másik szobában, rendben van, vagy idősebbeknél hallott, hogy már külön alszanak, oké, de hát azért... Nem, itt... olyan adottságai vannak a párjának, hogy beér a szobába a vége. Maradjunk annyiban inkább, hogy rettentően mániás vagyok, és én senkivel nem tudok együtt aludni. Tényleg? Maximális csönd, igen, Jézus csönd, egy térre van szükség. Adj Isten, te is olyan kényszeres vagy most, mint a Jani? Hú, én imádom a Jani megszólalásait. Istenem, én annyira boldog vagyok, hogy hallom az ő dolgait, hogy nem vagyok egyedül. Ugye, nem, sokan vagyunk így. Csak a többiek még illegalitásban. Igen. Na, mi a helyzet akkor ezzel a gyúrással, ami tulajdonképpen a fő témánk? Hogy ezzel csak ezt így beütött neked, hogy na most le kell mennem egy edzőterembe? Vagy hívtak, csábítottak? Nem, ez nálam úgy kezdődött, hogy én a szülés után elég komoly depresszióba estem. Hát a téged is megtámadott, mi az a fonálféreg, vagy mi az a fonálféreg? Az előző fél órában beszélt a bányászféreg, mert nem hívtad még a természetgyógyászt. Nem tudom, akkor ez még mindig az agyamban van szerintem, mert én ezt nem kezeltettem ki ilyen szinten, én csak pszichológushoz jártam, és ott a nehéz napjaimban én elkezdtem először csak jógázni intenzívebben heti 2 alkalommal, és mellette meg elkezdtem itthon ilyen nagyon visszatekintő, ilyen nevetséges súlyokat emelgetni. És így azt éreztem, hogy marha jót tesz a lelkemnek, és a testemen is elkezdtem látni a változásokat. És úgy voltam vele, hogy hát ez annyira jó, hogy akkor csináljam egy picit intenzívebben, és akkor még intenzívebben, és aztán már ott jártam, hogy akkor kellene valami cél, hogy úgy legyen valami tétje is a dolognak, és az edzőmmel, akivel elkezdtünk annak idején edzeni a Jocival, azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen a most tavaszi Európa bajnokság. És egy idő után rájöttünk, hogy kevés az ő rutinja, mert ő is akkor kóstolgatta ezt az egész személyedzés történetet, és úgy kerültem én a Németh Dorottyához, aki 2-szeres fitness világbajnok, és az utolsó 1 hónapban... Láttad Jocit hamar, tehát láttad Jocitban, nincs perspektívát, a Jocikám nagyon jó volt, köszi ezt a 3 órát, na, igen, hordozor, akit a leválik. Igen, hessarét, megyek másra. Láttad Jociban, nincs perspektíva, azonnal dobtad is. Nem, a Joci nagyon aranyos, és nagyon ki, de nincsen meg a versenyfelkészítési rutinja és a versenyeztetési rutinja, és ezért kellett nekünk egy olyan nagyszerű ember, mint amilyen a Dupé, hát halljátok, kőkemény, tehát az igazi képző tiszt, és nem érdekli, hogy sírsz, hogy hánysz, hogy émelyek az edzőteremben, csináljad 4000 kitörést. Tehát másképp egyébként nem is lehet felkészülni, szóval nekem igazából ez volt a mozgatórugó, én nem a divattal foglalkoztam meg azzal, hogy most ezt rendi, meg nem is nagyon figyeltem én azt akkor, még elkezdtem tavaly októberben, hanem egyszerűen csak az vezetett, vagy az hajtott, hogy jól éreztem magam tőle, és hogy marhára tetszett, amit a tőlben láttam. Akkor még egy éves sincs, hogy csinálod tulajdonképpen, ez tavaly október, tehát kis túlzásra 6 hónap tényleg. És megnyerted az EB-t, vagy mi van? Mi volt? Nem, az EB végül nem indultam. Na,
nem, nem, nem sikerült kvalifikálni? Vagy kiderült egy szexis gálatból, hogy férfi vagy. Aha, igen, szóltak. És kizártak, meg a hormonokat megállapították, hogy a... Te, ez még a Joci pisie. Egy kis csövecskével érkeztél, de lebuktál a tükörszobában. Nem, hát igen, sokat rögök ezen magamban, hogy gyakorlatilag két versenyben én vissza is vonultam, hanem ez úgy történt, hogy az én kvalifikáción, nagy verseny volt Nyíregyházán, azért felmértem azt, hogy mi az, amiben le vagyok maradva. Tehát tényleg, ahogy beszéltétek, azért olyan lányok állnak ott színpadra, akik évek óta csinálják ezt, és egyedül az izomzatok, és pontosan nem a férfias kategória ők még, mert a fitness modelleknél, a WBTF szövetségnél pontosan az a szempont, hogy még nőies maradjon, és éppen, hogy csak látszódjon az izomzat, tehát egy gyönyörű szép feszes testet lássunk a színpadon, de azért volt nekem ott elmaradásom, így visszanézve a képeket, így igen, tehát jó. Azt mondtad, hányadik lettél, mert ugye én most látok egy ilyen ausztriai versenyt, amin indultál. Az volt az első versenyem, aha, az Ausztria kupa, ott ötödik lettem. Betyárja, azt a mindenit. De nem ötből. Igen, nézd veszem, Ilonka néni átbotorkált hátul a díszletben, mondta, jó, a hatodik. Jó, akkor tedik vagyon-e. És az elé kvalifikáció, tehát 17-en vagy 18-an indultunk a lady kategóriában, mert hogy már oda tartozom, így 34 évesen, és ott tizedik lettem. Oh. Tehát ott azért el is középmezőnben végeztem. Engelek, kérdezzel akartuk, hogy ez most melyik kategória, mert ugye a Győzike úgy nyert, hogy neki létrehoztak egy ilyen úgynevezett szerep kategóriát, ami egyedül indult. Létrehozták, csak senki nem jelentkezett, csak Győzi. Elindult egyedül, és megnyerte. Milyen durva lett volna, második lesz. Én, ha döntőbíró vagyok, biztos azt mondom, sajnos csak második. Igen, de ez egy másik szövetségnél volt, és ő ráadásul, ahogy néztem a képeket, ő nyakig felöltözve mutatta meg a testét. Nem véletlen, egyedi kategória. Igen, smoking ma jött. Figyelj, akkor csak egy gyors technikai kérdés, hogy mondanák nekem, hogy miért kell magatokat leönteni mindig ezzel a lehetetlen színű narancsárga folyadékkal? Tehát miért néz ki mindig úgy, mintha egy csőcsere után, 3000 év szoláriumozás után lépne a színpadra? Tehát mi ez a lehetetlen? A főszponzor a Floriol? Miért kell mindenkinek ilyen lehetetlenül barnán kinézni, ilyen természet ellenesül bronzbarnán ezeken a versenyeken? Borzasztó. A válasz, a sötétebb bőr az jobban kiadja az izomzatot. Tényleg? Igen. És itt tényleg egy ilyen teddy hengerre bekennek? Előtt az öltözőben? Az első versenyünk barnitását azt imádtátok volna, mert a MyBody csapata, 4-en vagy 5-en voltunk lányok, és az edzőnk, a német Dóri, hát bugyiban barnitottuk egymást. Tehát ott. De mi van, egy spriszni a kezetekben, és akkor lefújjátok egymást? Vagy hol? Nem, ott nem fújtuk, ott hengerrel, ahogy mondod, szép hengerrel. Na, tényleg, van ilyen teddy henger, amivel így áthengerezitek egymást? Vettük a barkácsboltban. Tehát az nagyon megjött. Megjött az 250 literes diszperzites vödörre, és most a rendeti teddyen kereszt a csajokat. Óriási. Mondjuk ez jó meló, ha pasiként ezt csinálod, hogy csajokat hengerezel, az egy jó meló. Miért kereszt ilyen narancssárga színűre? Ez nem narancssárga. Hát, ilyen barnás, nem, bronzos. Az valószínűleg csak a reflektorok fénye miatt látjátok sárgásnak, az egy nagyon-nagyon mély barna szín. Ja. És meg hát attól is függ, hogy kinek milyen a bőre pH értéke meg tartalma, hogy hát volt olyan, aki bezöldült a barnitótól. Kiderült, hogy allergiásomot kapott, ilyen, és kálciumot kellett neki adni. Tudod? Hát meg figyeljék el a lejárati dátumot, nem? Csajok, valaki számokat vágja? Felkered magad, hogy zöld leszel, azért az kemény. Jó, nem, ezt tényleg nem értettem. Na, de hát akkor vannak eredményeid, és még mi a vége, vagy hol a vége? Még továbbra is csinálod? Igen, most pihi van. Múlt hét, vagy mikor, hát másfél hete volt az utolsó, második versenyem, amiben visszavonultam. Meg kell várni, mi kiürül a napozim. Úgy mondhatom, hogy a többi lánynak, akik ott álltak velem egy színpadon, olyan fenekük van, mint a versenylovak, mert ez a fantasztikus, és ahogy képest az enyém, az még olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, náthás gedélyé, tehát hogy ott azért van még utol. És van olyan, hogy az edzőnéni odajön, ilyen fura folyadékkal, meg két tablettával, hogy ne kérdezz semmit, csak edd meg. Tehát van ilyen, hogy ez nem kell tudnod. Na, ezt most tessék lenyelni gyorsan. Nem, ezen én is mosolyogtam, amikor kiraktam a Facebookra képet, éppen hogy látszódó kockás hasamról, és akkor, ja nem is, valamelyik plegykalap átlőtte, és akkor olvastam a kommentet, biztos kokszol. Tehát, hogy azért az én testem, hol van még igen, bármit kellene doppingom. Igen, az ott látni már, amikor kicsit az arcsont is így elkezd átalakulni, és ilyen markáns férfi vonások jelennek meg, és így a mosoly helyett vicsorognak, na, ott látni,
látod, hogy azért nem csak zabbal turbósít reggel, nem? Amikor tehát azért szívószál, hanem egy verős csonttal szívja fel a turmixet. Tehát ott azért látod, hogy lecsúszott 6-8 kilónerobból azért. Nem, nálunk nincsen ilyen. A Dóri, ő csak szavakkal próbál motiválni. Tehát ő így oda tényekkel szembesít. Figyelj, két nap múlva színpadra áttettének, hisz tizel. És akkor így elgondolkodsz, hogy most akkor mi értelme van annak, hogy így nem akarom csinálni. Tehát ebben merül ki, meg a diétára nagyon odafigyelünk. Ugye van egy speciális 12 hetes versenydiéta, annak a vége azért elég kemény, ott mindenféle vízhajtási procedúrákon esünk át, ott talán teával. Azt már törik a zsolnai, mi? Ó, gyerekek, de hát az pszichésen is tönkreteszi. Igen, ez a klasszik vízmegvonás? Tehát amikor például nem ihatsz, mert nem ihetsz meg folyadékot? Először a hét elején nagyon nagy mennyiségű folyadékkal felpörgetjük a besenműködését. Nagyon remélem, hogy jól mondom vissza, mert annyira azért még nem értem ezeket a dolgokat. És utána, ahogy a besenműd egy jó centrifuga így bepörög, minél kevesebb vizet kap, ugye akkor is folytatja ezt az intenzív működést, és még a maradék vizet is kihajtja. Tehát én a második versenyemen 53 kiló voltam a mérlegeléskor, ami azt jelenti, hogy nagyjából olyan 2-3 kiló vizet hajtottam ki a szervezetemből. Atyaisten! Ezen a módszerre nagyon durva egyébként, és hát ugye azt is tudnotok kell, hogy amit láttok a színpadon, ez a versenyforma, ez nem egy tartató állapot. Mint kamerőre van zsírozva az egyik. A zsebünkben van a zsűri. Persze, hát nyilván utána azért ez nem tartható, persze. Menjél két napig nézel így ki, és aztán elmúlik. Két nap körülbelül, igen, mondta az edzőm, és kérdeztem, hogy ez mennyi idő alatt fog visszajönni, figyelj, azt mondta, maximum 3 nap, hát utána mindent tartják, ez, bocsánat, összeedni az ember, amit ugye addig nem lehetett. De mondjuk az én szervezetem, meg a legtöbbek, akikkel beszélgettem, annyira hozzászokik ehhez az egészséges étkezéshez, hogy nekem is másfél hétig ment ez, hogy most mindenfélét kívántam és összeedtem, de most már ott vagyok, hogy megint értem a tiszta hát étkezéshez. Azért ott az utolsó 3 napos étkezéseteket igen, azért egészségesnek ne nevezzük. Hát szóval, hogy külön alszik a falia, érted? Hát ezt kibírnálja. Meg ez a vízkihajtás. Lejöttél a színpadra az 5. hely után, a Dória hátadra csapott és porzottál. Jött egy ilyen pop! Ez jött, igen. Igen, azért elég furcsa volt, amikor mondta, hogy mosolyog a színpadon, amikor úgy érzem, mint a homokkal lenne tele a szám, és úristen, nagyon, nagyon durva állapot az. Az mondjuk igen, de a versenydiéta semmi másról nem szól, csak a fehérje és a szénhidrát játékáról, hogy most ebből ja, meg értem, abból értem, tehát akkor tulajdonképpen ezért vicsorognak, hogy én ugye állok egy hotdoggal a kezem, és nézem őket a színpadon. Állok egy jegestával, tudod, hogy izé, nem tudom, az arénából, nézem a csökkös, és rohagy meg, hogy a másik meg nézd, ott viszi a grill csirkét. Igen, és azt hiszem, hogy amikor a Feri egy félkjó abáról felszállal a nyakában, megjelenik a takarásba. Feri megérkezik a fitbalanszal, egy kolbásszal a nyakában, érted, a csajok meg vicsorognak a színpadon, rohadjál meg Feri, hogy kolbászol. Akkor értem, jó. És fia, pasid, mit szól hozzá? Volt olyan, hogy mit tudom, hogy 2-3-szor megforgatott otthon, hogy kerestem a melleidet? Akkor még itt van, fél évvel ezelőtt még ha saháta, megy. Igen, ezzel egyébként se álltam én túl jól, tehát azért a jó Isten onnan őközően elvette a dolgokat, de egy nagyon kedves barátom mondta azt, hogy Anett, ne feledd, inkább egy jóság, mint egy szilikon mell, úgyhogy ezt mondtam. Az ennyi, úristen. A fenék a számi gyerekek, az jó, az fontos. Az jó, csak hogy az kell. De hát az is visszajön, amikor vége a diétának, tehát az főleg a diéta miatt tűnik el, azon a szinten, ahogy én csinálom ezt az egész fitness. De hát akkor ez egy ilyen optikai csalás, ahogy titeket oda föl támasztanak a színpadra, igen, nem? Tehát így fölraknak, elengednek, megállsz 3-5-ben a póz, és valaki levesz, és azonnal leszel iszolt. Az a vissza hóna alatt. Ez így van, hogy hónapok munkája, és gyakorlatilag 30 másodperc a színpadon. Amikor én először fölmentem a színpadra Bécsben, képzeljétek el, hogy egy bevásárlóközpont kellős közepén volt a színpad, és... Jézus Isten! Egy autóátadás és egy Mikulás ünnepé között. Megförgettük a... Igen, közvetlenül az autósorsolás és a tombola után. Igen, akciós glükvénynek közben. Figyelj, és a pózokat gyakoroljátok? Tehát van ilyen, hogy bemegyek az öltözőbe, és öt csaj ordít a tükör előtt biceps pózban? Tehát ez van ilyen? Nem ordítunk, tehát azért nem vagyunk fél.
sörűt. Nem, az Arnold írta egyszer, az Arnold Schwarzenegger így tréfálta meg az egyik társát, hogy kérdezte, hogy hogy legyen hatásos fönn a színpadon, és mondta, hogy minden póznál üvölts egy nagyot, és hogy fölmenne a színpadon. Ez Mr. Univerzum, de 78, nem és lepontozták a gyereket, elküldték haza. Arni megröhögött, hogy de hülye vagy, megcsináltad, ez benne van a könyvében. Szóval akkor ti nem ordibáltok. Nem, mi nem ordibálunk, és minden kategóriának egyébként mások a pózai, tehát más kidolgozottságot kell megmutatni. Nekem a hátsó alapállással van borzasztó nagy gond, mert ott iszonyatosan kellene pucsítani, és nekem egyszerűen nem. És üvöltött az edző lehet, hogy pucsítsa jobban, tényleg. Így megy, hogy a Dóri ott ül a nézőtérén, igen, és ordít, hogy húzd hátra a vállat, tartsd, vagy fogd a hasad, lábadra figyelj. Nagyon-nagyon nagyon. És az edzők tényleg ordítanak? Hát ez nagyon igen, jó. Ez igen, nagyon jó. Tehát igen, ott ül az osztrák, igen, ott ül a lenda magyar, és mindenki ordít. Pucsi Isten, hát ez nagyon jó. No. Igen, és így zajlik. Szóval ezt nekem még meg kell tanulni, meg hát elég sok mindenben kell még azért javítani, nagyon sok mindenben kell dolgozni, de a következő hónapokat ezt így elfogadítom. Hát úgy voltam vele, amikor benne voltam, na hát én ezt még biztos, hogy nem, amikor gramra ki kell mérni, hogy mennyi fehérje, mennyi színjel dobozolni, sütni, hát van halszagom volt, tehát borzasztó, de milyen mennyiségű halat meg kell lenni egy ilyen versenydíjra. Állandóan böngészni a vad a legfrissebb listáját. Mi kerültek föl? Mik a legújabb tiltott szerek? Nem, ez teljesen tiszta. És tényleg úgy voltam vele, hogy hát én ez biztos, hogy még egyszer nem, de ahogy vége lett, hát már most azon gondolkodom, hogy mikor kezdhetjük már újra, mert a héten még pihi van, mert jövő héttől majd kezdődik újra fel. Volt olyan, hogy egy gyerek így elbizonytalanodott fél után, amikor szaladt felé, de amikor hazajöttél, hogy... Nem, a gyerek nagyon cuki, ő pózol velem, amikor képzeljétek el, hogy este ugye a tükör előtt szoktam gyakorolni, és akkor ő is feláll a fürdőkedben, anya, pózsolunk? Tényleg, és együtt nyomjátok? Igen, igen. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy látja a jó példát, és nagyon sokszor anya előveszi a jóga szűnyeget, hogy anya, akkor tornázzunk. És nekem ez nagyon hiányzott, ugye nem volt arra lehetőségem, ott az Isten hátam mögöttem a kliszkán, hogy sportoljak, meg hát akkor nem is volt ugye azért, hogy ennyire elterjedt a tömegsportok ténye is. Volt ott is gátfutás, nem amikor kergetődtek az almatolvajokat, és ugráltátok át a kerítést. Igen, igen, máshogy a műszik a sportról, és hogy örülök neki, hogy ő azért valamilyen szinten ezt már így mindennaposnak tartja, és hogy anya megy tornázni, akkor néha ő is lábat emelget, meg hajolgat, és egyébként marhőgyes mindenben, tehát úgy cizik, mint egy fiú. Pózol és horkol, tiszta anya, tiszta apja. Igen, és levélszámra eszi a napozóra. Igen, és a pilóta kabátja alá felvesz 20 Rolex-et. Ismeritek a lányomat tényleg. Na jó, most a fél tíz, ha lenne hírek, mondanám, hogy maradj itt, mondd el a híreket, de csak egész kor van, egész kor a hírek, úgyhogy nem tudunk neked, nem tudunk hát neked most mit tudni. Nagyon szívesen rítjentenék akár egy időjárás jelentés, ez az úgy belém éget 12 év alatt, hogy bármikor képes vagyok elmondani. Na. Mondtok egy hónapot is elmondom, hogy miért. Hát most néhány helyen esik, néhány helyen fúj, tehát bármit mond, az betalál igazából. Nem. Így van, elszólt a eső várható. Ennyi. Hát meg is vagyunk. Na jól van, Anett, örültünk. Én is nagyon-nagyon jó volt veletek. Puszi neked, sok köszönjük. És ne bánd a melleidet, az Everestnél is csak a csúcs a lényeg. Így van. Egy kerek popsikár potol a melléd, úgyhogy nincs az a baj. Puszi! Sziasztok! Szia, Anett, köszönjük! Szia. Ciao, hello! Azért le a kalappa, azért ez komoly meló. A meló, amit beleraksz, az mindenképpen. Bármilyen sportba komoly melót tesz, és ilyen eredményeket ér el, már csak mindenki ezt követné, nem? Vagy ezt csinálná? Tehát azért ez... Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ugye mindenki hallott nyilván arról a kis repülőről, ami tegnap az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán szállt le. Hát azért ilyen ritkán történik. Na, fantasztikus. Elképzeltem azon autós társakat, akik ott vidáman autóztak haza a gyermekkel, vagy éppen mentek érte, és egyszer csak előttük landolt egy kis gép az M1-es, M7-es szakaszán Budaörsnél. A rutinosok rögtön elkezdtek fénykörtezni. Mind mele, menj már le! Azonnal lefotozták, megbüntették
játékban nincs matricája, megérkezett a rendőrség, igen, számunkért az indexet és a jobbra tartás hiányát. Mi nagyon sokszor megyünk arra, mert arra felé lakunk, és mindig beszélgetünk a Vikivel arról, hogy mi lenne, ha itt egyszer csak a fejünkre esne egy kis repülő, vagy egy vitorlázó, mert ott olyan alacsonyan jönnek, hogy én is állandóan Bennyvel bámulok fölfelé, hogy van-e valami a fejünk fölött. Lehet, hogy megéreztük, mert hogy le is szállt egyébként, és rögtön fölhívjuk a mi drága Pető Györgyünket, akit mindig bekérdezünk, ha repülős kérdésről vagy repülős témáról van szó, mert ő tudja legjobban elmondani, hiszen pilóta, hogy mi történik ilyenkor valójában. És az eset talán azért is furcsa, mert ugye közvetlenül mellette ugye ott van maga a leszállópálya. A budaörsi reptér. A budaörsi leszállópálya, de hogy ő állítólag motorhibát észlelt, és nem volt más választása, mint hogy letegye az autópályára. Nem tudom, mi történik, ha ott dugó van, ha ott jön három darab kamionpont, hogy tudta kiszámolni, hogy éppen ne jöjjön semmi. Óriási mázli. Nagyon. Hát gondoljatok bele, ez mekkora mázli. Kényszer szülte manőver volt. Hát figyelj, ez már a délután, 3 óra után történt az eset, és kifelé menő sáv. Tehát ugye a délutáni hazamenők már lehettek volna többen is ebben az esetben, de hogy ott pont volt annyi hely, mert a sorműk elkezdett marhára lassítani, befékezni, hogy adjon helyet a repülőgépnek, de tényleg, hogyha ott most egy dugó van, és ott állnak az autók, akkor... Igen, mert volt egy pilóta és egy tanítvány, tehát hogy ketten repültek, ilyen próbakör, vagy bevezetőkör, vagy nem tudom, hogy hívják. De állítok, ezt tanítják, tehát hogyha bármi van, akkor tedd le az autópályára a gépet. Tehát ez egy bevett protokoll elvileg, hogy azt neked oda kell leszállnod, ugye, ha nem akarsz lezuhanni. Jó, tiéd a gép. Igen, figyelj, megvan, hogy az... Motorhiba. Megvan, hogy az ötödik óra szemben. Igen, tiéd, oké, cseréljünk egy. De gondold el tényleg. Én összetolnám magam. Az ötödik órádon vagy, tanulsz repülni, és egyszer csak azt látod, hogy így lassul a propeller előtted. Főnök, most mit csináljunk? Nagyon komoly. Meghibásodott az egyik motor, de hát ez egy motoros, akkor baj van. De ezek tudnak vitorlázni, ezek a gépek, nem? Tehát szépen le tudsz vele lavírozni, ha a motor meghal. Na, majd a szakértők elmondja. Ezt ne lehet, hogy nem fejtsük meg. Nem. Vannak ötleteim, de nem biztos, hogy jó. Óriási pilóták vagyunk. Na, itt van velünk már is Pető György, megkérdezzük. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hát lassabban minden héten adásban vagy, minden héten történik. Hogy mi van a szignállal. Jó, ígérgetjük, de most ezen a hitre elkészítjük. A morning show repülési szakértői a kokpit királya, nem tudom. Megkapod. Figyelj, ez most egy akkor egy nyilvános ígéret. Legközelebb, ha téged hívunk előtte, ott lesz egy meglepetés szignál. Jó? Túl van beszélve. Jó, egy nyersbe egy szálok rendelkezésetekre, vagy valami toljám. Úristen. Jó, ez már régi malé volt, nem szálunk rendelkezésére. Na, ez egy bevett protokoll egyébként a pilótáknál, Gyuri, hogy le lehet tenni autópályára? Hát ugye nyilván nem az optimális, hogy az autópályára teszed le a gépet. Ugye az egyértelmű, hogy amikor valaki elkezd repülni egy ilyen kis tesztán, tanulni, akkor a tanulási folyamatnak az abszolút az egyik, és talán az a legfontosabb része, hogy mi van akkor, hogyha leáll a egy motorból az egy. Akkor ugye jön az, hogy le kéne tenni a gépet. Ugye nyilván azt is szokták tanítani a növendéknek, hogy mindig úgy repüljön, hogy közben a szemével azért pásztázza a földet, hogyha esetleg beállna ez a szituáció, amit senki sem szeretne, akkor hova teszi le a gépet. Nyilván mezőre is meg lehet próbálni, de ugye a mező az kicsit nettesebb, mert ugye azért nem lehet látni 300-400 méter magasból, hogy mennyire egyenletlen vagy egy jó a terep. Az autópálya, hogyha van egy szép egyenes szakasz, akkor az egy, hogy mondjam, jó dolog tud lenni, ha oda leszáll. Na de ilyenkor ugye ki kell számolni fejbe, hogy az a Skoda Fabia, ami ott 40-nel döcög mögötted még éppen, az hát, pont mikor ér oda? Tehát, hogy hol? Nyilván ugye nem a menetirányjal szembe szállsz le, hanem a menetirányjal egy, hogy mondjam, irányba, és hát először gondolom berepülsz. Én még nem szálltam le autópályára, és ezt a jó szokásomat szeretném is megőrizni. Nyilván mindenki egyébként ezt szeretné, de hát aztán néha bejön egy olyan szituáció, amikor ez nem megoldható. Lerepülsz az autópálya fölé, és hát azért gondolom az autósok azért csak észreveszik, hogy ott berreg egy repülő, és akkor lelassítanak, és akkor be tudja oda rakni. Egyébként ezen a videón jól is látszik, hogy ott az autók mennek, és az autók közé nagyon profi módon szépen leteszi a repülőt, és ott szépen aztán lassít az autópályán, majd ki is húzódik egy picit a leállósávba. Ilyenkor egyébként a pilótának jelenteni kell, vagy annyira gyorsan történik minden, hogy nincs ideje megbeszélni a toronnyal, hogy mit csináljon, ő dönt, nem kommunikál, gyorsan leszáll, vagy azért előtte szólni kell a gyerekek, szóljatok a rendőrségnek, készülök leszállni az M1-esre. A helyzet az, hogy ez a Cessna, amiről itt az szóval, amit leszállt, elképesztően jól siklik. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen
400-500 méteren leáll a motor, akkor még ezzel kényelmesen lehet siklani, van ideje az embernek, hogy kitalálja, mit akar csinálni, és nyilván, hogyha van áram a gépen, akkor még tud rádiózni is. Tehát, hogy itt nem azt kell elképzelni, ez a repülő, mint a kő, egyszer csak így kiesik a levegőből, hanem tényleg ez egy nagyon jó indulatú, hogy mondjam, repülő, amiben nagyon-nagyon, hogy mondjam, jól le lehet szállni, ha éppen egy ilyen szituáció előáll. Akkor simán levitornázol vele. Hát persze, le tudsz vele vitorlázni, nagyon jó a siklószáma. És ilyenkor a tanítvány, gondolom, hát ő nem nagyon nyúl bele, nem? Tehát ő ott ül, ugye, nem tudom, ez próbakör volt, vagy iskolakör, nem tudom ennek pontosan mi a neve, ugye ott ül, tehát ezt nyilván az oktató viszi azért ilyenkor. Feltételezem, hogy mivel hogy ez egy oktatási szituáció volt, ugye mind a ketten ott ülnek a vezérlésnél, mind a kettőjük előtt van egy kormány, de hát azért gondolom, hogy amikor így leáll a motor, akkor azért az oktató azt mondja, hogy akkor figyelj, most átvenném jó, és letenném a gépet. Bár ki tudja, lehet, hogy a növendéknek volt egy éles gyakorlata, de tudom, ki fog derülni. Igen, vagy elkezdett szabadkozni. Nem nyomtam meg semmit, tényleg. Vagy elaludt az oktató, és azt mondta, most megtréfálom. Felkeltette már az autópályán. De figyelj, egyébként ez van, tehát amikor én például tanultam repülni, és mindenki, aki tanul repülni, az oktató egyszer csak azt mondja, hogy ilyen váratlan pillanatban, hogy oké, most lehúztam a gázt, most vegyük úgy, hogy leállt a motor, nyilván a motor megy alapjáraton, de nem nagyon viszi a gépet előre, és akkor azt mondja az oktatónak, hogy akkor most találd ki, hogy hova teszed le a gépet, és akkor ki kell találni jól. Te neked kell akkor ott megfejtened, hogy hova teszed le. Hát persze, hát gondold el, hogy vannak ugye felsővezetékek, tehát egy csomó olyan tereptárgy van, ami adott esetben ugye hát eléggé megnehezíti azt, hogy hova teszed le a repülőt, és az autópálya az nyilván mindig egy nagyon jó opció, ez szép, nagy, egyenes, kibetonozott rész, nyilván az egy picit nettes, hogy ott még forgalom van, de azért ott elég jó esélyekkel indul az ember, hogy szépen egybe leteszi a gépet. Oda baktat egy ilyen sárga angyal, aki a repülőknél, nem tudom, mi megszereli, majd felszállnak? Vagy ezek hogy viszik el? Elvontatják? Hogy viszik el a gépet? Én azt mondom, hogy el is lehet vontatni, de hát gondolom fel is lehet vele szállni, ha megjavítják a gépet. Aha. Én nem tudom, hogy itt a konkrét esetet most hogy oldották, hogy oldják meg, de hát mind a kettő opció megvan. De azért azt ne felejtsük el, hogy például Svájcban, Izraelben, ott például az autópályák, azok gond nélkül átalakíthatóak katonai célokra. Hát vagy Finnország például. Hát igen, szóval hogy az autópálya nem most került először be a aviatika, hogy nem látómezejébe, elég gyakran használják. Igen, így is, hogy hallgatom, amit te mondasz, hogy Amerikában az autópályákat úgy tervezik, hogy minden 5 kilométer után legyen egy minimum 1 kilométeres egyenes szakasz pont a repülősök miatt, hogy ha bármi van, akkor azért ott le tudjanak szállni. Jellemzően egyenes, nem? Az autópálya azért nagy kanyarok nincsenek benne. Hát azért szokott. Van. Mondjuk egy A2-re fölmész, ott nem tudom, Bécs után azért az ott, jó, hát ott, ott azért nehezen teszel együtt a szállítod. Nagy bravúr, hogy ő átrepült ugye a felüljáró alatt, vagy akkor már csak gurult, azt nem tudod? Én szerintem átrepült alatta? Én úgy tudom, hogy átrepült. Itt kénytelen leszek elmondani a véleményemet arról ez a híd alatt való átrepülésről, ha már így nagyon várjuk. Megkérdeztétek, ugye itt ez az elmúlt napok vagy heteknek, ugye itt ugye repülgettek itt a Lánchíd alatt. Beszélhetünk erről egy picit? Hogyne, persze, kíváncsi vagyok, hogy te pilótaként mit mondasz. Hát rovatodan nálunk, úgyhogy például. Na, arról beszélsz, amiről akarsz. Figyelj, kenegetitek itt a hájamat, köszönöm. Szóval, hogy egészen elképesztőnek gondolom, hogy például van egy ilyen Lánchídunk, amit én imádok, gyakran biciklizem rajta, meg kocsival is átnék rajta, és nem nagyon tudom azt felfogni egyébként, hogy ezzel ott miért kell állandóan átrepülni. És ugye volt ez az ominózus eset, ahol a egyik repülő kicsit beleakadt a vízbe, igen. És majdnem történt is egy pici tragédia, hogy ez számomra egy ilyen megfejtetetlen dolog, hogy minek kell olyan gyönyörű tereptárgyakat, mert ugye repülős nyelven így hívnak egy hidat, hogy tereptárgy, hogy minek kell ilyen hidakat használni átrepülésre. Szóval ez számomra egészen rejtélyes, és aztán néztem a Facebookon, hogy ennyi felháborodott hozzászólást én rég láttam repülős témában, mint ennél a hid alatt való átrepüléshez. De mi a baj, hogy hiányzik belőle az alázat? Vagy hogy a repülés pont nem ezt kellene, hogy üzenjen, szakmai hogy na még... Szakmai irítség, persze. Ugye, hogy ugye nem ezt kellene, hogy üzenjen a repülés, hogy na mi még itt is át tudunk repülni, vagy mivel a baj? Én azt gondolom, hogy a repülés nem arról szól, hogy kísértsük a jó Istent állandóan. Tehát a repülés az egy alapvetően nagyon biztonságos, nagyon klassz dolog, és én nem látom át pilótaként, hogy ez mit olyan izgalmas az, hogy most átrepülünk a Lánchíd alatt. Hú, sikerül, nem sikerül. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem gondolom egy szórakoztató dolognak, és azt gondolom, hogy az emberek többsége sem hiszi ezt. Nyilván van egy-két ilyen pilóta, aki a bravúrra játszik, és nagyon szereti, hogyha ilyen dolgokat csinál, de azért alapvetően ez
Hát nem tudom, ez nem egy jó dolog, és külföldön azért nagyon sok helyen ezt neki senki. A másik vonalon itt van velünk Besenyei Péter, aki szintén hozzászólt a téma. De tudod, ez kell a népnek. Hát kenyere, cirkusz, átrepülünk, kimegy 1 millió ember, megnézi, hogy át, egyébként szerintem is látványilag most átrepülő egy repülő a Láncidat, nem egy akkora sztori, de hát imádják, mindig kimegy 1-2 millió ember, és akkor megnézik, hogy hú, de jó, átrepült a Láncidat. Nem lehet, hogy itt is ez volt a sztori, hogy mondta az oktatónak a tanítvány, hogy hát sajnál nem tud megcsinálni, hallott, biztos nem tudsz úgy átrepülni. Tudnék már, de hogy tudsz, le kellett szállni. Tehát te pilótaként akkor nem szereted az ilyen csimbum cirkusz. Vircsaptor. Arról beszéltünk egyébként adásban, föl is hívtuk a kötelék vezetőjét, aki elmondta, hogy igen, hát ott mázli volt, nem tudom, talán dél-afrikai volt a pilóta, vagy nem tudom milyen származás, aki remekül megoldotta, fölkapta a gépet, ugye, de a kereke beleért a vízbe. Igen. Nem nézett ki túl jól. Akkor te pilótaként nem is gondolkozol ezen, hogy bevállalnád, nem vállalnád, nagy kihívás, vagy amikor nézed például azt az utasszállítót, ami áthúz Budapest felett, ugye itt a parlament magasságában. Az egy más dolog, az áthúzás az egy nagyon szép dolog, az nyilván látványos, hogy ilyen gyönyörű város, mint Budapest, kevés van, és egy repülőgép, amit így áthúz a parlamentnek. Az jól néz ki. Az nagyon jól néz ki, az egészen csodálatosan néz ki, plusz még olyan reklámot kap az a légitársaság, mint ami gyakorlatilag megfizethetetlen, úgyhogy szerintem az egy zseniális dolog, de hát az más, mint egy híd alatt röpködni, és várni azt, hogy egyszer csak valami szörnyűség bekövetkezik, mert azért én meg vagyok arról győződve, bár erről soha senki nem beszél, amikor az ember cirkuszba megy és nézi a magaslaton ott egy kötélen ott másznak át, azért a lelkem, én mindenki szeretné, hogy ne történjen semmilyen dráma, de azért mindenkinek a lelkében azért ott van, hogy ú, lehet, hogy nem sikerül. Hmm. És ebben a híd alatt átrepülésben is én érzek egy ilyet, hogy oké, de mi van, ha nem jön össze? Tehát, hogy ebben van egy ilyen izgalmi faktor. Hát... És erre gondolom azt, hogy ide nem kell izgalmi faktor. Tehát a repülés nem erről szól. Jó, de akkor te mire pörögsz? Fahéjevés, muzsikatévé? Azt például imádom, repülés között fahéjevés. Egy kanál fahéjat egy műsorban, nem annyira szórakoztató. Egyébként János, csak mondom, hogy eltetted igen, meg velem azt a kanál fahéjat. Viszont számom rendkívül szórakoztató. Igen. Na jó van. Gyuri, legközelebb már szignállal, jó? Olyat kapsz, gyöngy, imádni fogod, olyan szignált csinálunk neked, jó? Köszönjük szépen. Petr Györgyel, köszi, jó munkát. Jaj, bocsánat, merre vagy most éppen? Hol repülsz? Tegnap jöttem haza. Csináljunk földrajzi kvíz? Igen, jól, lehet. Itt állok az M3-ason. Na, kértek egy földrajzi kvíz? Na, már Balázs be is bizonyít. Igen. Hol van Naberezni Cselni? De szép hely. Hát nagyon Oroszországnak vagy Ukrajnának tűnik. Leszettek a lázadók? Túlsztárgyalunk éppen, ezt nem mondtad. A szemeddel pislogtál, azt nem látjuk. Elmorzéztat a fogságban. Gondoltam, hogy legyen ennek a mai beszélgetésnek egy ilyen kicsi ilyen tanító jellege, és hogy így ne menjünk haza üres kézzel. Na. Naberezni Cselni, az orosz Detroit, az autógyártásnak a fellegvára. Azt a mindenségét neki. Ladákat, ott csinálják a ladát? Ladát speciál, nem a Toljatiban nyomják, de itt csinálnak minden. Például a kamaz, megvan a kamaz. Hogy ne lenne. Na, persze. Ez itt készül. Nagyon nagy. És mit keresel ki? Kimentél egy fél tengelyért? Igen, csak autentikus forrás. Igen. Figyelj, én ma már a Hudson folyót simán beraktam Boston ma reggel 4:45 még a kávém előtt, úgyhogy ezzel bizonyítottam, hogy én kiszálltam a földrajzi kvízből. Úgy gyönyörűen. Arról a pilótáról beszéltünk, aki pont ugye New Yorkban a Hudson folyóra tette le az utasszállítót. Az egy szép mutatvány volt. Megfilmesítik, ha akarsz egy kicsi továbbképzést, csak mondom, nem tudom, mennyi időd van moziba járni, de Clint Eastwood csinálja a filmet a pilótáról. Figyelj, van akinek a Hudson folyó, van akinek az M7-es. Ennyi, ennyi. Most már te valakinek a Láncid, most már valamit neked kell villantani. Rendben. Hívunk, köszi, ciao, köszönjük, hello. Na, Rákospatakra hidroplánnal. Milyen érdekes, egy pilót, és tök máshogy látja, nem a Láncid alatti átrepülés, hogy ez veszélyeztetés. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem tudom, hallottatok-e arról a kínai emberről, nagyon szeretjük.
és rögtön felhívjuk a mi drága szakértőnket, hogy mondja el, milyen hasonló magyar esetek vannak, akinek beszorult a feje a mosógépbe. Hát imádni való az ember, egy kínai pasiról van szó, ő megpróbálta a csapágyot megjavítani a mosógépen, és úgy ragadt bele a gépbe, hogy képtelen volt kihúzni onnan a fotó, az gyerekek, hát az egész egyszerűen szenzációs, már ahogy az a fürdőszoba kinéz, egy oldalára fektetett mosógépben fekszik bent egy félmeztelen ember, egy lavorban gyűjti maga mellett valószínűleg az esővizet, a keze kinyújtva, a totális megadás jelezve, beszorult a mosógépbe. Azt én fizikailag egyébként nem értem, hogy ami befér, az hogy nem fér ki. Ezt soha nem tudom, hogy a villanykörte a szádba, hogy még be tudod kapni, de már nem tudod kivenni. Ezt nem tudom, hogy van. Hát itt a fejforma valószínűleg az lehetett, ami meghatározó volt. Hogy elfordított. Ugye, igen, elfordított egy picit, de utána visszafele már ugyanez a mozgásról már nem ment. Be tudod dugni, de nem tudod kihúzni. Hát próbáljuk ki. A mosógép van, nagy fej van. Jó, szívesen berúgom a fejem egy hajtómosógépbe, ezen múlik. És hát a lakótársa vette észre egyébként, emberünk több órán keresztül próbálta kiűzni a fejét, megjött az okos lakótárs, és azt mondta, megvan a megoldás, bekenjük szappannal a fejedet. Nem, azt kérdezte, hogy még mindig nem végeztél? Emberünk kiszáradva feküdt, bekente szappannal az ember fejét és a kijáratot, a kijáratnak a szélét, de a próbálkozás így is kudarcba fulladt, hosszú-hosszú órákon keresztül rángatták ezt a kínai férfit, aztán végül tűzoltókat hívtak, akik levágták róla. Mindig a tűzoltók a megoldás, ha megfigyeltetek, mindig a végén jönnek a tűzoltók, egy erővágóval is megoldják a dolgot, addig meg megy a szakkörözés. Szappanozók, mit csináljunk vele? Mosószer, tusfürdő, nem, a végén jönnek a tűzoltók, a szétvágják. Ilyenkor mindig ott vannak a kreatív barátok, akik azonnal megoldják a helyzetet. Nem? Uh-huh. Hagyjad, majd én jövök segíteni. Miután nagyon mennyiségű fotót készítettek. Igen. És azon gondolkozom, hogy ha nincs telefonod, akkor hogy a de ez most tényleg fekszel egy fürdőszobába. Nem tudsz kihúzni a fejed, nem tudsz kijönni a fürdőszobából, mert mondjuk a mosógép beszorul az ajtóba, mi van? Ott maradsz. Szerencsére meg. Ha nem talál meg senki, igen, tulajdonképpen lehet, hogy addig rúgdosd a falat. Ez jó, tehát ez nem jutott volna eszembe. Vagy ütöd a mosógépet a fejed fölött, ahogy fekszel. Most igen. Egy apróságot mondjatok már el nekem, de tényleg. Itt ugye az van, hogy bent az egyik csapágy megszorult. Igen. Hogy, hogy mi munkált a fejében a csávónak, ugyanis a kezével ő nem fog tudni benyúlni a feje mellett, megszerelni a csapágyat. A foggal akartak. Tehát mit akar? Egyébként meg ugye a csapágyaknak van egy olyan, egyébként szerintem egy olyan tulajdonságuk, vagy amennyire én emlékszem, hogy az által, hogy tengelyen szoktak elhelyezkedni, a tengely pedig a dobon kívül van. Tehát, hogy így, pánikromot kaptam, amikor realizálod, hogy beszorultál a fejed egy mosógépbe, és nem tudod kihúzni, azért az nagyon uralom, hogy ne kapjál azonnali pánikrohamot, nem? De és mit tudsz csinálni? Letéped a saját fejed? Vagy hogy? Megpróbálsz két lábra állni, igen, és egyensúlyozni a mosógéppel. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk Hajdú Mártont, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, hogy meséljen már nekünk egy-két konkrét esetet, ha mesélhet. Ja, szerintem neki volt egy konkrét ilyen eset. Igen, a Hajdúval nem a mosógépre céloztunk. Beszorult a feje egy mikróba. Hajdú Márton. Ebben az esetben Hajdú csak becenét, hiszen neki volt korábban egy nagyon csúnya este. Igen. Itt van Whirlpool Pista vonalban. Így van. A főigazgatóság szóvivőjét, hogy mesél nekünk egy-két hasonló esetről, amit elmondhat, hogy ők kikre találtak már rá, milyen állapotban és mit kellett csinálni, kiket szavarítottak már ki furcsa pozitúrában. Sajnos Indezit Mariant nem tudjuk elérni. Hajdú Márton itt van velünk. Hello Márton, jó reggel. Szia Márton, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! A kínai férfi esetét olvastad, akiről mi beszélgettünk, vagy láttad a fotót? Szenzációs egyébként, szegényként. Olvastam is az esetet, és láttam is a fotót, és itt ragadna meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy semmi közön nincs a mosógépre. Nem egy mosógépről, vagy egy boilerről kaptam a nevemet. Na, azért gondolom, hogy nyilván erről az ember egy kicsit nehezebben beszélhet, de hát miért ne beszélhetni, ha nem említünk konkrét nevet? Azért ti is találkoztok érdekes dolgokkal, nem? Amikor első gondolatotok talán az, hogy adjatok egy telefont, aztán egy hidegvágót. Biztos vagyok benne, hogy van pár. Sajnos rengeteg ilyen van. Úgyhogy, tehát tényleg név és helyszín nélkül, hogy ne legyen beazonosítható. Összeszedtem egy-kettőt csak azért a példakedvéért, hogy Magyarországon is előfordul, valakinek a feje szorul be valahova. A két talán legemlékezetesebb az egyik, az egy sajnos egy kisgyerekkel történt meg, akinek a fiókba szorult bele a feje. Hova? Egy fiókba szorult bele a feje, tehát a kisgyereknek kíváncsisága hajtotta, gondolom őt, hogy bedugja oda a fejét, megnézze, hogy mi lehet a fiókban, csak kifele már nem volt olyan könnyű az út. A másik pedig egy úriember, aki megpróbált behatolni egy ingatlanra, és azt találta ki, hogy ő majd a kapu alatt, a gurulós kapu alatt be fog kúszni.
Hát a fejét, sikerült bedugnia. Ja, hogy egy ilyen gurulós kapu volt, ami a távirányítás, és alul akart. Alul. Tehát úgy gondolta, hogy nem fölül mászik, mert volt egy korábbi esetünk is, az is sajtó nyilvánosságot kapott, amikor valaki úgy próbált meg belopózni egy kertbe, hogy a kerítésen fölül mászott át, csak fönnakadt a tetején, az egyik díszítő elem állt bele a lábába. Hát gondolom, ezt ő látta és megpróbálta alulról, így sem jött össze, mert beszorult a feje a kap felá, úgyhogy róla le kellett emelni a kaput. És akkor egyébként megkérdezitek azt, hogy jó, mert mit akart itt? Vagy az ilyenkor nem tartozik rátok, vagy nem tartozhat rátok, hogy ő egyébként egy betörő volt? Hát ebben az esetben azért a rendőr kollégákat értesítettük, mert nyilván nem azért bújt be oda a kapu alá, mert a görgőnek a hangja zavarta őt, és szerette volna beolajozni vagy benyálazni, hanem egyszerűen csak be akart oda jutni, de természetesen ilyen eseteknél szólunk a rendőröknek is. De a legtöbb az sajnos olyan baleset, vagy pedig olyan körülmény, amikor tényleg arra van szükség, hogy a tűzoltók feszítsenek le valamit egy emberről. Olyan is volt, ha jól tudom, hogy valaki egy kéménybe szorult be, és onnan hívott benneteket, vagy a tűzoltókat? Igen, ezt először nehezen hitt el a műveletirányító kollégám, hogy valóban igazat mond az ember, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy elég abszurd, hogy valaki egy kéményből telefonálgat, hogy én ide vagyok beesve, és akkor ilyenek értem. Ráadásul nem is letette. Nem is december volt, úgyhogy még össze lehetett keverni a Mikulással, hanem egyszerűen úgy volt az úriember, hogy az augusztus 20-ai tűzijátékot, hát onnan a kémény tetejéről fogja megnézni, mert hogy az mennyire jó ötlet. Hát fölment, csak be is esett a kéménybe, tehát neki annyira tetszett a tűzijáték, vagy úgy megijedt, hogy beleesett. Majd miután magához tért, mert hát mondjuk azt, hogy nem volt teljesen józan állapotban, utána ráeszmélt, hogy benne van a kéményben, de hát nála van a mobiltelefonja, úgyhogy tud segítséget hívni, és ezután kezdett a segítséget hívni. Én akkor hogy? Alulról vagy fölülről? Húzzátok? Húzzátok vagy toljátok? Igen, tehát mi van? Vagy valaki leereszkedik hozzá és kihúzza? Egy vödör szappanos vizet ráöntött? Igen, és lecsúszik. Beszorulni nem szorult be, de fölülről, tehát azért a kéményt nem kellett szétbontani ahhoz, hogy ki tudjuk emelni, fölülről természetesen. Nyomorúságos, egyszer csak realizálod, hogy beszorultál a saját kéményedbe. Nem, ideig nevetsz, de azért utána jön a pánik. Görög tűz, jó! Igen. És már is tűzolod, hogy gyere kicsim, egy kicsit tegyünk a tűzre, mert apa nem sokára megy. Ne! Egy gyújtsával be. Leült a lepegő. Igen. Volt egy pasi, aki ágyhoz bilincselte magát, vagy egy nő, ha jól tudom? Hát Budapesten egy férfival történt ez, meg egy olyan helyszínre hívták a kollégáimat, a fővárosi tűzoltókat, ahol hát eléggé pironkodva fogadták őket, kinyitva az ajtót egy hölgy, hogy hát megmutatná akkor, hogy miről is lenne szó, és hát a hálószobában egy rácsos ágyhoz kibilincselve volt egy férfi, letakarva egy kicsit a takaróval, hogy hát azért még se látsunk mindent. Milyen nyomorult, mikor három tűzoltó megérkezik, és ott fekszek, és megpróbálsz ilyen laza lenni. Tudod, hogy... Hello, srácok. Hello, sziasztok! Semmi extra. Hogy vagyunk? Hosszú a nap? Igen, ezért nagyon nyomorult. Ezek is előfordulnak, de hát vannak még gyakori esetek. Hát azért az emberi kíváncsiság, butaság, illetve tehát az alkohol hatása az mérhető itt is, mert volt olyan ember, aki úgy hívott segítséget, hogy hát ittas állapotban beleborult biciklivel az árokba, és önerőből nem volt képes kijönni. És ezért tűzoltókat hívott, hogy őt is meg a biciklit is emeljük ki onnan. Tudott kijönni az árokból? El tudjátok képzelni, hogy milyen állapotban volt. Az igen. Azért, de mondjuk egész jól működött közben, hogy tudott telefonálni. És vágott az agyat, hívja a tűzoltókat saját magára. És el tudtam mondani, hogy hol van itt, hogy mi történt vele. De van még egy nagyon gyakori példa, az pedig a karikagyűrűknek az esete. Oh. Minden évben több is előfordul. A fővárosi kollégáimnak pont egy kórház van szembe a laktanyájukkal, és hozzájuk szoktak rendszeresen átmenni, amikor a kórházban már nem tudnak segíteni azon, hogy levegyék a karikagyűrűt, hogy vagy lefűrészeljék, vagy levágják róluk a karikagyűrűt, ami hát most vagy nem az övék volt, csak felpróbálták, vagy pedig vízhajtót kellett volna szedni, hogy ez előjön. És honnan melyik testrész? Általában azért az ujjukról. Mondjuk akarik a gyűrűt felhúzod máshova, akkor azért nem adott sokat a természet. Fölfel mindig könnyebben megy valahogy. Akkor azért csúnyán elbánt veled a természet, akarik a gyűrűt máshova, és felhúzod azért. Akkor azért nagy a baj. Hát akkor a ti életetek sem egyszerű azért. Hát nem könnyű, mindig vannak ilyen érdekességek, és hát itt is ugyanolyan komolysággal ott kell állni, és végig kell csinálni azt az adott káresetet, de hát izgalmas élmények. Na, de biztos archiváltok egy pár fotót. Tényleg ilyenkor fotózhattok? A kollégák nem fotózhatnak, azonban, hogyha olyan esetről van szó, amit utána vizsgálni kell, tehát mondjuk egy bűncselekményről, bármi ilyesmiről van, és ezért mondjuk ezek fontos nyomok lehetnek, akkor igen, van rá lehetőség.
Hát ugye, amikor emberünk beesett a ruhagyűjtő konténerbe, és a két lába lógott, ki beszéltünk róla. Ott azért előbb is volt. Elkészültek előbb a képek. Nyilván azért, hogy... Ott a civil emberek álltak és fotóztak. Márton, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Jó munkát nektek! Köszönjük. Köszönjük szépen! Hajdú Márton! Jó bontást, jó fűrészelés! Katasztrófa, jó főigazgatóság szóvivőjével beszélgettünk. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Elkezdjük a 7 óra utáni témánkat, amit Zsűl szolgáltat nekünk. Bum. Akkor nem fogunk vele rohanni. Bum. Igen, mert a Zsűl hétvégén kirándulni volt. Kent magának egy szendvicset, felvette a kis kirándulós bakancsát, felvette a kis kockás hátizsákját, fogott egy térképet, igen, és elindult túrázni. Vett 10 darab mizes zsömlét, meg 2 darab tömlősajtó. Húztak a parizert, az olcsomból. Húzta a kávét, belöntött az olimposzos üvegbe. Igen. És elindult túrázni. Hol jártál, Zsűl? Egerszalókon volt. Egerszalókon, én emlékszem, még ott régen lehetett éjszaka fürdőzni. Arra már talán sokat nem emlékeznek, hogy amikor még nem csinálták meg a szállodákat, akkor ilyen kis nagyon nomád helyen lementél Pestről, éjszaka két kis kör alakú agyag medencébe beültél, ott volt egy ilyen kis átöltözős szekrény. Irgalmatlan nagy vakscsőn keresztül zubogott ki a hegyből a termálvíz. Zseniális volt, hogy ilyen belógós. Nem, először belógós, aztán megcsinálták félhivatalos, aztán már jegyet szedtek, aztán már kialakították a parkolót, ma már az egészet kiépítették, és nem olyan jó. Akkor ilyen nomád körülmények között fürödtél éjszaka. Olyan volt, mint a Tenkes kapitány című sorozatban a Büdös víz című részt, amikor így egy ilyen, hogy hívják, ilyen sáros, ilyen patakparton, vagy nem is tudom, ilyen tóparton ejtőzött mindenki, és így a gyógyvíznek a jótékony hatásai miatt ott fetrengtek így sarasan ruhásan, és ez pontosan ugyanilyen volt. Hihetetlen jó pofa volt. Igen, na, szóval hogy arra még talán sokan emlékeznek, de nem is ez a lényeg. Zsűl Egerszalókon járt, és rögzített valami olyat, amit szerintem már nagyon-nagyon ritkán lehet hallani Magyarországon. Hát meglepődtünk, sőt, szemünk, szánk, mindenünk tátva maradt, ugyanis azt hittem, hogy ez már körülbelül, nem tudom, 30-40-50 éve nem létezik. És nem ez. Nem, nem Haki Tamással találkozott. Ez pedig. A fostos bugybóka Egerszalókon. Ott járt, Haki Tamás. Hajkó. Na, szóval ez nem én vagyok. Mi ez a csipolás? Aha. Mi ez a madárhang? Nálam nem csip. Nálad? Mutatjuk, jó, hogy ezt rögzítette. Figyelj, szenzációs, hallgassátok meg. Már jó. Hát zseniális. További javon kérjük. Nagyon nagy. A temetőre is fordítsunk figyelmet a sajnálatos eltulajdonítások miatt, és előről indul. Figyelem. Hányszor adták ezt le? Háromszor óriási, leadták. Óriási. Ugye, csak talán nem biztos, hogy mindenki jól hallotta, vagy azonnal föl tudta hangosítani a rádióját. Arról van szó, hogy hát egy tulajdonképpen egy ilyen hangos bemondón keresztül a szalóki lármafa. A szalóki lármafa üzent, és hát ez tényleg, ez egy múlt századból itt ragadt valami. Hát ez az ajtócsengővel, amivel az annak effekt. Idején 300 forintért vetted, ez volt az első olyan csengő. Hetet tudott. Vagy, igen, és nem kellett kábelezni. Igen. Hanem ilyen rádiófrekvenciás jellel, és ez ultramenő volt, de ez 40 éve. Igen, ez 40 éve volt. És várjál, van ez most tök mi? Ugyanez a hangja. Ez az, hogy egyébként a hangra mindig érdemes volt odafigyelni, mert hogyha véletlenül ugyanazt a hangot állítottad be, amit a szomszéd, már pedig egyébként egy lakótelepi ilyen kis folyosó soron, ott simán előfordult, hogy 4-5 lakásban is ugyanez a csengőfajta volt. És hogyha te nem figyeltél arra, hogy a szomszédnak mi volt, akkor állam, mivel ugye papírvékonyságok voltak a
falak, állandóan kiszaladgáltál, hogy megnézd, hogy ki az közben, a szomszédba jöttek, hogy kettően feje. Viszont amikor ezt elkezdték így mondani, akkor már azért Zsüléknak kezében nem voltak ott az útközben szedett virágok. Igen, Zsül ugye ezt telefonnal vette fel, és a lényeg, hogy Egerszalókban vannak, meg Egerszalókon még vannak ugye valószínűleg beakhangfalak, vagy nem tudom mi. Azt nem hiszem, de... Hát de nagyjából itt tudom elképzelni, hogy... Négy darab hatalmas beakhangfal van. Hát ez onnan kell. Hangszóróból szólni, hogy hívják, tehát ez a beakhangfal az nem... Van egy csomó iskolában van beakhangfal. És megszólalt ugye a lármafa, vagy a hangos bemondón keresztül, bejátszották ezt az egerszalóki lakóknak, hogy ne lopjanak a temetőbe, virágosítanak a faluba, vigyázzanak az értékekre, és tessék nem ellopni a növényt. Mit csináljanak? Miért küldjenek? Hát gyerekek, ez szerintem, nagyon... Szerintem zseniális. Zseniális, igen, zseniális. De hogy nagyanyáink meg anyáink élhettek ilyen falvakon, amikor ugye a lármafa megszólalt. A kisbíró kidobolta, mit kellett közölni. Ugyanúgy mondta mindig, tehát felvétel volt, vagy ott ült a néni, mert én nekem hát, a felvétel volt, akkor akut problémáról van szó. Mert én azt gondolom, hogy vagy úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy ott ül a papírral, és akkor minden egyes alkalommal felolvassa, és közben kibólint a titkárnak, hogy nyom meg a csengőt, és mert megint ez el. És ketten ülnek egy brutál effektpult mellett, az egyik beszél, a másik pedig alázenél. Tóth Sándoréknál a főutcán ismét kapható a starkingalma kilója. Ugyan az egész tojás eladó. Pintér Csaba bácsi vigye vissza a talicskát oda, ahonnan eltolta. Na, pont ezen kezdtek mondok, hogy ilyeneket is bemondanak simán, egyébként? Be, tehát, persze, hogy az fizetős. Fizetős? Én, ha egerszalóki lakos lennék, akkor azt mondom, hogy elkóborolt a kicsi magyar vislám, és be tudnám mondatni? Igen, tényleg? Drága egerszalóki, a keresétek meg a kutyámat. Hát van a közérdekű, az ingyenes, ne lopd a virágot, de van a hirdetős, hát én legalábbis az önkormányzat helyében én használom. 200 forint szótagonként. Hol van a, hol lett a hangszóró? Tehát a főtéren áll a hangszóró, és valahol mindenhol hallod, vagy ott valahol a szállásod a közelében volt? Oszlopokra. Oszlopokra föl van rakva a hangszóró. Hát imádom. Hát, állnak a Táncsics utcán. Figyeljünk oda értékeinkre fokozottan. Tökre elgondolkoztam, hogyha novemberben vége lesz a rádiónak, akkor két dolgot fogok megpályázni. Az egyik az IKEA rádió, a másik pedig, hogy csinálunk. Harmadik a polgármesteri szék. A polgármesteri szék. Nem, ott van él, akkor nem csináltunk egy ilyen lármafát, és egy ilyen rádió, és néha beszólunk, néha üzenünk a lakóknak, néha kicsit ott rendbe tesszük a közösséget, bekameráztatjuk ugye az utcákat, látjuk, hogy ott sittet akar lerakni, ott éppen lopni készül. Igen. Rászólunk, hogy másszák ki a kertből, az nem a te kerted. Hát zseniális. Igen. Zseniális, nem? Helyi info. Lehetne ébresztést hát nagyon kérni. Igen. Ugye, ha valaki korán akar kelni, akkor... Csak mindenki kell is. Hát Istenem, jó, most valami ilyeset, de nincs órája. 1005, egy ébresztés. Na, hát ez hihetetlen. Egyébként van, aki azt írja, hogy régen csak egyetlen hangszóró volt, lehet, hogy erre vonatkozik pont egyébként. Próbáltuk ki, nem mente föl. Régen csak egyetlen hangszórónk volt, ami forgott, az utóbbi években kaptunk több hangszórót is. De illetve jó. Tudni kell azt, Andit próbáltuk hívni, ha azt minket akkor vett föl, hogy el tud nekünk mondani, hogy nem felvételről megy állítólag. Tehát, hogy a néni azt írja Andi, valószínűleg egerszalóki lakos, hogy ott ül a néni és nyomja. Tehát háromszor nagyjából ugyanúgy megpróbálja felolvasni. Aha. Valószínűleg hát, egerszalóki kötöge. Hát amilyen tempóban és lehet ilyet mondani, hogy engedjétek el Marikát, mert nem fogja elérni a csatlakozást? Tehát ilyen van? Ilyen lehet? Tehát én be tudom mondani, hogy Marika elindult, engedjétek el Marikát, nem ér el a csatlakozást. Pistike, öltöz gyorsabban, mert lemaradsz a buszra. Ilyeneket kéne bemondatni, nem? Hát ez szenzációs. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy van-e még nálatok ilyen? Illetve keressük meg azt a falu település községet, ahol még valami olyan ódivatú vagy elmaradott dolog van, amiről azt gondoljátok, hogy ez már nálatok van csak. És hát igazából nem is azt mondom, hogy egyfajta hungarikum, de azt hiszitek, úgy érzitek, hogy ez máshol már nem valószínű, hogy létezik, hogy működik, hogy üzemeltetik, hogy egyáltalán van ilyen, mint például az egerszalóki lármafa. Hát ez egyre többek nyugalmát zavarja meg a Kossuth utca 2 igen. alatt erjedő marhatrágya. Kérjük az érintett Horváth József géplakatost.
Igen, azért, mert ez Egerszalóki képújság. Az igen. Figyelj, nagyon jó. Én szerintem ennek megvan a bája. Tehát, hogyha ezt például nálunk bevezetnék, én ezt imádnám. Tehát kicsit megmarad valami a régi világból, nem? Milyen információkat szeretnél hallani a lakóhelyeden? Ma viszik a szelektívet, ma viszik a zöldet, ma viszik a kommunális hulladékot, útfelújítás van az Ilonka utcában. Most viszik Dani Kárné lánya. Igen, Dani Kárné lánya nem tiltakozik. Mit tudom én, hogy útfelújítás van, hogy megszépült az egyik utca, hogy elkezdték a csatornázást az Ilona utcában. Minden olyan, amiről neked tudnod kell. Sebestyén info. Betörtek a Szegfű utca 2. számú ház alá. Kérem, jobban vigyázzanak az értékeikre. A hetes, tök jó lenne. A hetes mise hittosság miatt elmaradt. Ugyanitt burgony eladó. Igen. Aki a perseit felfeszítette. Hát ez nagyon jó. Hangos hírmondó rendszernek hívják, Eger környékén majdnem minden faluban pályáztak erre. Az önkormányzat mondhat be dolgokat. Zseni. Nagyon jó. Hangos hírmondó. Hát ez a klasszik, igen. Ez régen nagyon sok ilyen volt. Azt mondja, Szalókon wellnesseztünk, nőnapkor, ugyanez, nagyon sok egerszalóki történetünk van. Reggel arra ébredtünk, hogy hangos bemondóval hívták fel a virágbolt nyitva tartására a figyelmet. Ott az reklám, van reklám. Akkor ott valaki már 2000 plusz áfáért be tudta rakni a virágboltját. Nem? Mert Marika virágboltja. A Szegfű délig elfogy, kérem, siessenek. Az eper, a vanília és a csokoládé mellett helyi cukrászdánk ma nem megjelent a méltán népszerű pisztácia is. Igen, a környéken még Verpeléten is van hangos bemondó. Domoszló településen is él a hangos beszédő, mi Vaslédinek hívjuk, és tényleg élő. Élőben nyomják. Hát ez összekötik egyébként Domoszló. Megjelent a Rót zenekar legújabb nagy lemezek, keressék a boltokban egy dedikálás a pizzériánál. Csütörtökön 10-től. Az a jó, ha összekötöd ráadásul kamerarendszerrel, amit lát a bemondó néni. És képzeld el, akkor így személyesen rá tudna szólni. Nem? Igen. Hogy bármi van, mész? Marika néni elejtette a kendőjét. Igen. Ne piszkálja össze-vissza azt az almát. Senki nem szeret összefogdosott gyümölcsöt enni. Hiszenek bármit csinálna, mindig rád szólnál. Igen. Igen. Na, írjátok meg nekünk. Nem nézd a seggit, házas vagy. Ózdon is sokszor keltek erre a hallgatóink. Írjátok meg nekünk, jó? Ha van ilyen, mit mondanak be rajta? Hogy használják? Élő, nem élő. Tényleg ott ül-e Marika néni, nyomja a piros gombot, és háromszor megpróbálja ugyanagy elmondani. Illetve tényleg azt írjátok meg nekünk, hogy a ti településeteken, kicsi apró falvakban, mi az a hát most már tényleg unikumnak számító dolog, ami valószínű, hogy már csak azon a környéken használnak, elmaradott régi, de ez lehet egy bolt, egy sorompó, bármi, amit tényleg még lóval húznak fel. Tehát minden jó. Hogy keressük meg a legelmaradottabb dolgot, illetve a legrégibb dolgot egy-egy településen, községben. Azért mondom kifejezetten, mert azért ezek a nagyvárosokból már bőven eltűntek. Tehát nekünk most kisebb településekre van szükség. Nagyon jó. Holnaptól állatorvosi Miska herélés lesz. Gyáli piacon a vasárnapon ugyanilyen élő bemondás van. Óriási. Nagy szenzációs. Micsoda feeling. Óriási. Ez 8 lesz pontosan 2 perc múlva, instás képünket eltávolították. Résen kell lenni, néha van egy-két extra tartalom. Azon nagyon szűk körnek, akik folyamatosan figyelik az Instagram oldalukat. 166 lájkot egyébként megért. Isten nyugosztalja a posztunkat, pedig jó vidám kis reggelindító. Reggelt könnyebben indító poszt volt. Nem durva, semmi durvá nem kell gondolni. Az ember meglátja is röhög egyet. De az instásoknak nincs humor érzékük, úgy látom, hogy... Igen. 166-an látták. Pedig mindig igyekszem megtalálni a kiskapukat. Egy igazi etikus hacker vagy, aki megtalálja a rendszernek a gyenge pontjait. Igen, sajnos eltűnt. Na, itt vagyunk egy jó kis Michael Jackson után. Egyébként Bella Gabi érkezéséről már lesznek olyan képek, nem sokára az Instán is, amiket aztán nem fognak eltávolítani, mert nem
Nem bánt senkit. Na, legalábbis reméljük. Legalábbis meg azt gondoljuk. A Gabiról nem készítettünk olyan jellegű képeket, mint amilyenek az Instán voltak. Igen, igen, szerettük, csak hát sajnos az Instás, igen, robotoknak nincs humorérzéke. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen érdekes dolgokat talál az ember, ha kicsit elmegy ugye messzebbre, és van egy-két falucska, egy-két település, ahol például még létezik a lárvafa, Zsüleger Szalókon járt hétvégén, és felvette telefonnal azt, hogy hangos bemondóban semmi. Mondják be, hogy lopják a virágokat, egyébként meg tessék odafigyelni a temetőre, bejátszottuk a hanganyagot, hát imádjuk. Szóval annyira tényleg mindenkiben nosztalgikus élmények ébrednek azonnal, hogy visszarepülsz az időbe egy 40-50 évet. Aztán kiderült, hogy azért ez még annyira nem ment ki a divatból, és nagyon-nagyon sok helyen alkalmazzák, használják, ülnek be önjelölt diszjokék a mikrofon mögé, és szórakoztatják az egyébként aludni vágyókat hajnalban. Úgyhogy hát van egy-két településünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Ági! Na? Szia, Balázs! Nálatok, nálatok mi van, ami nagyon elmaradott? Hát nálunk maga a falu elmaradott. Tényleg? Az egész, úgy, ahogy van. Hát Pécs mellett egy kis település, az a neve, hogy Vókány, Svábfalu. Uh-huh. És körülbelül ilyen 5-6 év leforgása alatt így minden, amit el tudsz képzelni, megszűnt. Volt két presszó, volt két bolt, dohányboltól elkezdve minden csoda, hogy még egyáltalán víz van, azt nem zárták el. Hát és most azóta az van, én hál' Istennek már elköltöztem, én már nem ott lakom, édesanyámék még ott laknak, és hát körülbelül 2 órás váltással mozgó ABC, mozgó húsbolt, gázos, teljes, szóval így... Mozgó posta is van. Tehát konkrétan, mint egy Vidám Park. Posta még azt hittem, hogy működik. Tehát, mint egy Vidám Park mellett laknátok, folyamatosan szirénáznak, dudálnak, nyomják az effektet, és mindig valami mozgó árus jön. Hát már kívülről fújja mindenki a zenéket, amikor mindenki, vagy mikor jön valamelyik, és akkor a zene alapján tudja, hogy ki mikor jön, akkor így fogja a kis pénztárcáját, kivonul az út szélére, és ott átsingózik a fél falu. Hogy altatsz el ott a gyereket? Vagy hogy teszed le? Vagy hogy pihensz? Na ez az, hogy ott esélytelen. Hát a húsosnak a zenéje nagyon tetszik, ezt ha szabad, akkor ezt így elénekelném nektek. Nem mondod, hogy el tudod énekelni? Na, jöhet. Hát valami ilyesmi, hogy jaj, de jó, jaj, de finom, lesz úgy a hurkai az asztalon. Nem. Elfogy a bor, valami jól lakik vére minden rokon, így jön a húsos. Ez ismerjük. Persze, csak meg nem mondom, hogy hirtelen miért, vagy mulatos, persze. Hát, és ezt nyomja a húsos? Ez a húsos, és visít végig a, nem tudom, 50 kilométeren. Szódás, gázos valamiből még tudsz idézni? Hú, várjál, szódás. Hát az így zenél, hál' Istennek. Az csak zenél. De az is így visít ezerrel. Nem csodálom, hogy elköltöztél. De tényleg is. Anyukádék hogy bírják? Hát igazából nekik, mert hogy mondjam. Megszokták. Hát ez egyes, hogy megszokták, gyerek ugye már nincs, meg hát ugye kényelmesebb kimenni a ház elé, mint nem. Mondjuk lehet. Maga a szolgáltatás, ez jó, persze. Az tök jó, házhoz megy csak, minden. Csak akkor jönnek kusba, vagy dudálna be, vagy én nem tudom, a törzsendégekhez. És valószínűleg ez a boltos váltott át mozgó boltra? Igen. Ő mondta, nem. Régen volt 2 bolt is, egy kisebb, meg egy nagyobb. Aha, és ők bezártak. És hát elkezdtek bejárni, hogy ezek a mozgós emberkék, és hát ugye mindenkinek sokkal jobb volt az, hogy kimegy a ház elé, megveszi a kis tucát, és visszacsattog a lakásba, csak ugye akkor elkezdtek ilyen aláírásokat gyűjteni, hogy jaj, hát mert ők mit képzelnek magukról, hogy bejönnek, és mindenki náluk vásárol, és konkrétan már senki nem járt a boltba. Hát... És akkor ők voltak igazából szerintem ennek a bezárásnak a forrása, mert hát igazából ilyen horror összegekért adták a dolgaikat, úgyhogy... A fejlődés nem lehet megállítani. Nem, jönnek a mozgóboltok. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Szia, Ági. Hello. És itt szépen egymás mögött állnak, hogy mindenféle busztak. A zöldséges, a húsos, utána van a fagy is, és legjobb pedig a mozgó könyvtár. Igen, mondjuk altatnám a gyereket, azért zabos lennék. Te gondolom, hogy biztos igazodnak hozzá. Tudod. Mikor altatod a gyereket? A húsos és a szoldás között van egy fél órán, hogy gyorsan aludj egyébként, ott nyugodt. A székvizes elment, szerintem már aludni. Azt mondja, hogy Mihályházán traktor megy végig a falun, és arról kiabálják be a mikrofonba a közérdekű információkat. Elmarad az orvosi rendelés, nem lesz áram. Mi gyerekként mindig csodálkoztunk a szomszéd falun, mert ott már oszlopokra erősített hangszórók voltak. Traktor megy végig a falun, érted? De jó, úristen, és onnan ordibálják végig, hogy mi lesz. Aminek a hangját túl kell kiabálni. Zseniális.
Kisnánán, hát remélem jól mondom, mert ékezet nélkül jött, ha hangos bemondó, itt Edina mondta, a vásárt is ebben hirdették, és a kutyaoltást is ebben hirdették. Régebben nagyrészt többször, de ma már sajnos elromlott. A polgármesteri hivatalban van egy mikrofon, meg egy lejátszó, onnan tolták. Bemondás előtt, után mindig zene ment. Nagyon nagy. Ha meghallottuk, menni kellett kifelé. Mi volt még a feladata? Tehát ő mondjuk kávét főzött, és akkor... Ezt ne firtassuk. Utána pedig figyelem. De egyébként úgy látszik, hogy azon a vagy abban a térségben ennek nagyon nagy kultúrája van, mert ugye Domoszló, Mark, az a környezet is írták, Kisnána, hát azért. Egerszalókon volt már, hogy bemondták azt is a falu rádióban, hogy eltűnt egy ló, és pontos leírást adtak róla. Eger környékén több helyen van ilyen alkalmazás. Nagyon jó. Merseváton a falu alkoholistája dobolja ki a falu híreit, ezt úgy kell elképzelni, egy régi Cseper biciklivel össze-vissza kóvályog, és ritmustalanul üti a dobot, majd a harmadik kísérlet után negyedszerre olyan gyorsan és érthetetlenül elhadarja, hogy igazából semmit nem érteni belőle, de a feeling az nem rossz. Úristen, de jó! Úristen! Hát nagyon jó! Nos, vajon is működik a hangos bemondó, és biztos, hogy tud, hogy valamit közölni valójuk van. Egy perces tárogató játékot lehet hallgatni előtte, majd a képen ráér felolvassa az éppen aktuális híreket kétszer megismételve, néha több-kevesebb sikerrel, szép hangsúly, kicsit félreolvas, köhög a háttérben, utána folytatja. Nagyon jó. Tárogatóval. Nagyon jó. Miért nem török síppal, tud? Elképesztő. Valami magyar település volt, arra nem emlékeztek, ahol bemondták, hogy navellenőrzés van. Ezen a legjobb volt, hogy félreverték a harangot. Igen, igen. Tényleg nem is bemondták, hanem megvolt a jel, hogyha négyet kongott, akkor az nap. Foglalkoztunk vele, hogy ha navellenőrök jönnek a faluba, félreverték a harangot, hogy tud, hogy megjött a nap. Zseniális volt. És ha már ott voltak, akkor felgyújtották a tarlót. És füstölt az egész határ. Istenem, nagyon jó. Vidéki kisvárosban voltam a hivatalnál hangos bemondó. Ha volt rendkívüli esemény, egy péntek délután bent kellett maradnom, mert például sportnap volt, vittem magammal sört, csak elfogyott, bemondtam, hogy olcsó csapolt sört hozzon már valaki a hivatalba. A polgármester felesége hozott is, az utolsó munkanapon volt egyébként. Anya, nézd már meg, hogy a vasallót bedugva hagytam. Ős Gárdon, Nógrád megye hangos bemondóba mondja be egy hölgy a falu lakosságát érintő híreket, hánykor viszik az időseket vérvételre. Tessenek kiülni. Igen, kiülni, mert onnan már csak... Tesz, ugye, Domoszlón az volt a legjobb, amikor bemondták, hogy elveszett egy pitabull meg egy Rottweiler kutya. Pitabull! Rottweiler! Elveszett egy pitabull és egy Rottweiler! A becsületes megtaláló! Hát, fia, mai napig... Igen, csak vigyázzanak, harap! Rottweiler! Pitabull és egy Rottweiler! Hát figyelj, hát, imádom őket! Egy kánetorzó! Zseniális! Jaj, Istenem, aktuálisan még a 70-es években harang alakú fazékak voltak felszerelve, három fújással indult a bemondás. Néha beragad, hallani, mi van a hivatalban. Ez a klasszik. Igen, nagyon jó. Éke, hozom már egy kávét, mert rohadtál most, hogy Viktor küldte neki. Tarna-Szentmárián laknak a nagyszüleim, Egertől kb. 20 kilométerre, náluk is működik a hangos bemondó, kutyaoltás, temetés, falunap, és még egyebekről is szoktak tájékoztatni. Akkor ez tényleg, tehát ez Eger környéke, Heves megye, ott ez nagyon megy. Ott nem bíznak az internetben. Igen. A két település nagyon közel van egymásról, ez simán lehet, hogy áthallatszik és félreérték. Vekerlé mindenhol első hétfőjén próba légvédelmi szirénát lehet hallani, az idősek frászt kapnak. Gondold el, átérték két világháborút, nem? De igen. Isten, nagyon jó. Géderlakon is szól a bemondó, disznó takarmány, minden eladó. Víz hangzik a falu, ez Dóra küldte nekünk. Na jó van, hát köszönjük. A búgatópor emberi fogyasztásra alkalmatlan. Zseniális SMS-ek, hát nagyon szerettük. Zsül, ha van még ilyen, vedd föl. Jó? Szerettük. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.